Balázs legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 6 óra után 13 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello mindenkinek. Reggelt, reggelt. Péntekre már csak egy gelt. Már péntekre már csak egy ilyen gelt van, igen, mindenki egy geltet. Geltet kívánunk. O-I-O-C-I-O-A-C-I-O-K-A-C-I-O alapon. Így van. Itt van a péntek, és igaz, hogy cudar lesz az idő hétvégén, de ennek ennél péntek van, úgyhogy azért ennek örüljünk. Cudar? Mit olvastál? Nem tudom, mik a legkisebbek. Igen? Hát ez nem vészes annyira. Igen, mondjuk nyilván nem jó esőben kirándulni, vagy akármi család, azért nem. Az most elmarad valószínű, igen. Hát ez a holnap igen szakadó eső 17-18, az nem annyira szexi, de nem lehet okunk panaszkodni. Szóval ne is kezdjük el, mert az egész heti időjárás az. És jövő hét is ilyen lesz. Jövő hét is ilyen lesz, elindult a kertrendezés nálunk. A kertész elmondta, hogy milyen nyár lesz. Megcsináltuk tegnap kertészetben, mulattuk az időt egészen sokáig, gyerekek. Mindenféle, be kell szerezni mindenféle. Egyre nagyobb szerelem ez a kertészkedés. Nem lehet olyat ültetni, ami megmarad? Már hogy érted? Hát ilyen növényeket, érted, hogy így mondjuk 3 évre tervezni. Minden évben újra kell ültetni. Nem, most átrendezzük az egészet. Minden évben kipusztul minden. Erre az időpontra általában. Április. Mindig kísérletezem, és majd minden kipusztul. Most egy csomó mindent szeretnénk felújítani, meg egy csomó mindent kivágtunk. Balázs, az esőerdő koncepció, ez most nem ér be. Sajnos a pálmák és a lyukák azok kihaltak, mert nem bírják a telet. Így van. De a tatója kicsit megsínylettek. Igen, most újra rendezzük a kertet, úgyhogy tegnap kertészetben jártam. Japán cseresznyék marad? A japán cseresznyék már virágzik. Már éppen virágzik. A körtefám is virágzik már éppen. És a kínai kell? A kínai kell, ő még kell. Igen. Ő mindig korán kell. Minden reggel korán kell. Szóval nagyon szép kis lesz. Mit jósolt a nyárra a kertészet? Mert ugye tavaly óta tudjuk, hogy ő egy géniusz. Mert amit ő mond, annak pont az ellenkezője lesz. Igaz, de az cudar is jó. Lesz. Cudar soha el nem múló. Jó. Klímákat felszerelni, bekészíteni, akinek nincs beszereltetni, hosszú lesz és kegyetlen. És kegyetlen a nyár, jó. Pont tegnap most mondja, 40-50 napos hőségriadókra lehet számítani. Tehát úgy nézett ki régen, hogy egy hét nagy vihar, kis lehűlés, megint jó. Most már ilyen két hét nagy vihar, tavaly már ugye 3 hetes inte, emlékeztek? Igen. 3 hétig brutál meleg, és utána egy vihar, lehűlés, idegfront, majd újra. Na most már azt mondják, ezek ilyen 40-50 napos időintervallumokat ölelnek majd át. Tehát addig lesz meleg. Egy nagy lesz, igen. Július 1-jel kezd, akkor július közepén lesz egy vihar, augusztus végén a következő. És meg is vagyunk, igen. Úgyhogy mindent kigyomláltunk, és újakat ültetünk, gyönyörű lesz. És ilyenkor négykézlábra ereszkedtek ketten a kertészel, és így végig bogarászátok a pázsitot, kiszeditek a izéket. Hát nagyjából így, igen. Illetve ő csinálja, én megmondom. Illetve beszélgetünk. Te terelgeted. Jobbra, kicsit balra, na elő. Ott van még egy. A csöpögtetőrendszert kell cserélni. Meccünk, mindenféle olyan kerti munkákban vagyunk. De én nagyon élvezem egyébként, tényleg nagyon jó. Mondom, kertészetről kertészetre járok. Hát ezt imádom. Egy cikű, két cikű, ilyen nyári, olyan nyári, olyan szép virágok három vannak. Cikű, négy cikű. Olyan szépeket lehet látni, hogy az valami elképesztő. Jó ez egyébként, jó ez. Jó dolog. Nálunk is van, nálunk nyilván kisebb kaliberekben, vagy nem olyan nagy volumenekben, mint Balázséknál. De nekem se rancsom van azért. Az a 200 hektáros szántó, illetve a hozzátartozó erdőkön. Nem sokára aratunk. És azon a kis természeti területen, amit kiasítottak maguknak a kerti lak miatt. Igen, ahonnan elüldözték azt, ahogy is hívják, azt a védett madarat, ami csak ott fészkel. Igen. Na, és képzeljétek el, hogy az történt ugyanis, és szeretnék mindenkinek a figyelmét felhívni egyébként, aki tavaly mondjuk bevásárolt a zöld hulladékos zacskóból, hogy ennek december 31-én lejárt a mandátuma. Mi persze természetesen előre szoktunk ilyenből is vásárolni, mondjuk ilyen 10-esével veszük meg őket. De és lejár egy ilyen zöld hát zacskó? Sajnos az van, hogy most egy ilyen gyorsabban lebomlóra váltott át az FKF, és ennek következtében már nem lehet felhasználni a régieket ugyanarra. Használhatod, amire akarod, majd rakhatsz belőle, mit tudom én, ízét, ruhát, ezt elviheted valahova rászorulóknak, vagy akármi, vagy csomagolhatsz bele zöld hulladékot. Nem, ennek következtében mi hiába raktuk ki, nem is vitték el. Rajtunk maradt, és hát az van, hogy ezt egyelőre csak a hulladékgyűjtő udvarokban, meg az ő központjukban lehet beszerezni ezt a bizonyos
zacskót. Így van, de hogy nincs is belőle elég. Tehát, hogy érdemes oda telefonálni, ez fönn van a honlapjukon egészen konkrétan, hogy azt mondja, hogy telefonon történő előzetes érdeklődés a javasolt. De most komolyan egy rohadványos nylon zacskó legyártása okoz problémát? Hát úgy tűnik. De úgy akkor tűnik, cseri, akkor viszont nincs joga azt mondani, hogy a régi zacskót nem veszem át. Akkor van joga azt mondani, hogyha van új zacskó. Bizony, egy picit én is egy meglepődtem, meg szerintem nem sokan, vagy nem, még nagyon sokan lepődtek meg a környékükön, mert láttam, hogy rengeteg helyen ott maradt, tehát hogy nem vitték el, mert hogy vigyék el a Jani zacskóját. Ez van, ráadásul mi hülyeség, hogy lejár egy zacskó, ez nem baromság, ez nem jár az le. Környezetvédelmi okokból én megértem, hogy jobban, csak akkor van joga ezt megcsinálni, ha van új zacsi, érted? Akkor addig vigye el a régi zacskót az FKF. Tőlem is. Nekem nincs zacskom is, kertem se, de akkor is. De tényleg, hát jó nagy hülyeség. Akkor mondhatja ezt, hogy nem viszem el, ha mindenki kap új zacskót. Ha adnak újat. Persze. De amíg nincs zacskótok. Hello. Na, minden esetre ez van. Ráadásul ugye egy-két fafajta, vagy hívjákra került, margóra került, mert hogy gyantás a levele, meg ilyesmi, és hogy ezeknek a komposztálása problémát okoz, tehát ezeket sem viszik már el. És most nem tudom, hogy mi történt. Te dalúra. Ez mindent alulra teszek olyat, amit csak arom, hogy festékes vödör. De... Na jó, nem, tehát az nyilván nem. Sítes, nem csak rizsel, ráfűsenyírod, fűtudod be a zöld kukába. Nem, néznek az aljára. Hát mire beleönti már észre, ez eddigre már benne van. Hát nem, de az nem a festékes vödör, nem teszi alá, ez egészen biztos. Na mindegy, és a lényeg, hogy ugye összekapirgáltuk mi is a kis kertet, hát és ilyenkor azért van nekünk is egy pár ilyen hamis ciprusunk, aminek a levele az ugye egy picit megrozsdásodik, lehullik, stb. És beleraktuk a kukába. Hangsúlyozom, hogy ez egyébben egyszer fordul elő maximum, és nehezebb lett a kuka valószínűleg, na milyen, ez ilyen 22 kilóra van bekalibrálva, hát ez úgy van, hogy különböző liter számonként más és más súlyhatárok vannak megszabva. Azt nem tudom, hogy mérik le egyébként a szemetesek, vagy hát kukásurak, vagy ilyen, és ugye háztartás, és mérlegre rárakják, vagy ilyesmi. Na és a vége az lett, hogy nem vitték el azt sem. Mert 25 tehát kiló. Most, hogyha esetleg megengednétek, hogy behozzak ide nektek némi kommunális hulladékot, és hamis ciprus levéllel körítve egy ilyen 2-3 kilót át tudnátok venni, mert ugyanis az van, hogy nem vitték el, aminek a következtében megmaradt a jövő hétre. De hát ugye akkor a háztartásukban keletkezik némi hulladék, az hulladékgyűjtés ellenés, tehát a jövő, héten... Hulladék, majd szétfújja a szél ott a lakótelep mellett. Vagy sütetéskor át, három szomszédunk van. Átdobálod, minő vagy picit. Ha nekem olyan, hogy lejárt, vagy már hogy száraz, az jó, hogy nagyon sokat bográcsozunk, meg küzdezünk, meg tényleg, tehát nekem az kell, én mindig veszem a benzinkúton az aprófát. Átrostálom. Rostál, de hát az apró száraz jöhet. Ami nem, az a nagyon friss, az füstöl, de minden olyan jöhet, ami száraz, és gajszerű, és nekem ez pillantok. Alágyújtósnak kell, mert utána én nagy rönköket rakok rá. Úgyhogy most megnyertük, van egy teli kukánk, meg egy zsák sehol át nem vehető zöld hulladékunk, úgyhogy ez van. A jövő héten megvárjuk, hogy a folytatást, hogy akkor ebből mi lesz, nem tudjuk még egyelőre. De ha te magad beemeled a kis autódnak a csomagtartójába, és mondanád, hogy elviszed valahova, akkor se veszik át? De van két hely. Hát ja. Meg az zöld hulladékot, kettő. Ez szinte, az egyik Dunakeszin. Kiszorod, az nem egy nagy dolog. Én vidéki vagyok, nekem nem mondom. Azért mondom, tehát most a tényleg az hulladékot szorod végig az erdőbe. Még akár az erdőbe, és az semmi baj. Tehát nincs baj, hát a fárak is lehullik bele. Tehát ez a hulladékon azért. Belerakjuk egy hátizsákba, kivágom az aját, és ahogy túrázunk, itt szépen igen. Tehát most lenne 4 festékes vödröd, 3 kiló, nem tudom, mint akkumulátorod, nem tudom, akkor bajba lenne, ezért a zöld hulladékot, ezt kibész, ezt elszorod. Mindegy. Ehhez voltak a srácok, ez van. Megemelték, azt mondták, hogy ez sok nekünk, aztán azzal nem foglalkoztak, hogy egyébként egész évben a harmadáig, negyedéig van tele, és hogy gyakorlatilag egy ízért. Nem tudom, hogy mérik le egyébként. Nem tudom, érzésre. Nem vagy elég rutinos, ilyenkor azt kell csinálni, hogy rá kell tenni a zöld kukára egy sörös üveget, és a sörös üveg alá be kell rakni 300-400-500 forintot. Tehát komolyan mondom. Ennyi. És amikor jönnek, akkor kirakod szépen ott az üveg alatt, ott van a pénz, el is vitték. Ennyit kell csinálni. Mi van, aki alkoholt rak, ki pénzt kell. Nem. Azért ők rendesek. De az egészet tudod. Nem, ott kell, pénzt kell kirakni. Tehát akkor ez működik. Mi is mindig úgy szoktuk, hogyha valami pluszban van, akkor ilyen 100-200-500 ezer forintot kiraksz. Nem 500 ezer, az picit sok. Nem, akkor inkább elásom a kert. Kirakod az üvegre valahogy a borítékot, hogy elfújja a szél. De rárakod valami, nem tudom, tényleg egy üvegre, vagy egy ízére, és kirakod a pénzt. El is viszik.
Nem a törvidéki vagy te még az a baj. Még nem ismered ezeket a fajta ilyen kertes házas történeteket, hogy hogy kell megveszegetni a kukást, hogy kell elvitetni a sítet, hogy kell más konténerébe lepakolni, a képen építkezik, hogy mész nyitott szemmel, hogy hova tudsz. Hát figyelj, az a legnagyobb. Hulladékot lerakni éjszaka. Meg most a szomszéd utcában volt egy nagy üres telek, és oda akarnak valami X-emeletes akármi. Két nagy konténert tettek ki, azért, hogy már a munkát... Sics, hogy megtelt. Még mielőtt bármit is csináltak volna. A szomszéd házakból. Brum! És már megtelt. És tele van a kuka, és az építési vezető ott tegnap így állt, azért szétszett kézzel, hogy hello gyerekek, mit történik, mert régi bútor, egy hűtőszekmény így lop ki belőle. Óriási. Az nagyon jó. És egyébként súlyos 10 000-eket fizetett. Tehát persze. Hogyne, hát ilyen konténert persze. Mindegy, nem baj. Nem érdekes. Ott van ez a kis szem. Aj, valahogy eltűnik meg. De várom egyébként vissza majd az utalást a negyedét a szemétszállítási díjnak, hiszen addig a fél lábom. Na, gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, ahogy látom, ma a túlvezérelt szülőket ismételjük, mert hogy ugye beszéltünk egy futóversenyről, ahol a gyerekeket végigrángatták a földön, a gyerekek sírtak, üvöltöztek, mert a túlvezérelt szülők nyerni akartak. Úgyhogy arról beszélgettünk, kinek milyen túlvezérelt szülő van a szomszédságában, amikor sportolni viszi a gyereket, ki mit csinál, és mikor szembesül azzal, hogy apuka vagy anyuka nem tud veszteni, vagy hogy az ő gyerek a legügyesebb, legokosabb, vagy azt kellett ugye nekünk tegnap megírni, hogy ki hogy ostorozza a környezetetekben a saját gyerekét, amikor is nem rúgja be a gólt, vagy nem úgy sportol, úgy edz, úgy versenyez, ahogy azt a szülő szeretné. Hát megdöbbentő SMS-eket kaptunk tényleg. Volt nő, akit álcsúcson vertek, volt ember, aki hátul a fia kapuja mögött vetődött, volt, aki üvöltözött a gyerekével, tehát úgy látszik, hogy itt is vannak túlvezérelt szülők. Gyorsan megmutatjuk, mi történt velünk tegnap, aztán nem jövünk már vissza, ahogy látom az időt, elmegyünk hírezni, úgyhogy jelentkezzetek játékra. Mennyi az idő, illetve hogy állunk? Há, fél hét van, fél és hét. Kettő. Hol vagyok? Egy rádióállomás az ország hallgatja. Volt egy munkatársam, akit ilyenkor meg akartunk ölni, mert ő mindig azt válaszolt, hogy hát még a szúnyog. Igen, hát mennyi az idő, hát még a szúnyog. 300-szorra, egy éven belül akkor már... Mennyi az állás? Kettő. Kettőt vesztettünk? Igen. Hogy? Hát én nem akarom fölhájtorgatni. Gyorsan kimondtam egy feketét, úgyhogy a játékos meg se tudod szólani. Igen. Na jó, hát akkor újabb lehetőség, hogy elvegyetek tőlünk egy hetet, drága hallgatók. Ha ügyesek vagytok, csak a kemények jelentkezzenek, jó? Csak azok, akik tényleg érzik magukban a lendületet. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Kilenc perc múlva 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt nézem, hogy mi a helyzet az utakon, az M1-es autópályán, az Arabona pihenőnél mérnek a főváros felé, ezt Isti küldte nekünk. Andrássy út opera előtt, Trafipax, puszi, Ircsi. Balázs, nézel az öcséd új főzőműsorát? Egy darab részt nem láttam belőle. Megdicsérték valami kritikus. Uh-huh. Igen, jót igen, írtak? Jó, nem láttam. Jó a műsor? Jót, azt írták, hogy a Bence nagyon ügyes. Igen, ez simán elképzelhető, nem láttam, nem nagyon tévézek. Azt mondom, hogy az RTL 2-n van. Nem magát láttam. A műsort én sem láttam, csak pont nem tudom. Délután igen. Olvastam nem bele. Nem, az volt egy dicséret, hogy szerencsére már nincs belőle sok hátra. Igen. Akkor az utolsó mondat nálam kimaradt. Nem, jó az, biztos, hogy jó. Ezt honnan tudod, miért? Nem láttad. Hát most nem bízom benne hát nagyon. Most... Hiszek nem benne. Is láttad. Hiszel benne, vagy biztos? Nagyon hiszek benne. Igen, én sem láttam. M1-es Komáromtól M0-ig okés, de sűrű a forgalom. Manitu küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig játszunk. Már is itt van a hét utolsó játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Judit! Hello, Judit! Honnan hívtál minket, Judit? Jaj, nagyon messziről. Messziről? Igen, ki sem merem mondani, milyen messző. Hát akkor majd játékban kiszedjük belőled. Kivel játszanál? Veled, Balázs. Azt a mindenségit neki. Én nem tudom, játszottam-e már a héten. Nem tudom. Én sem, nem emlékszem magamra. Ez ritka. Ritka, hogy elfelejtem önmagam. És nem tudom, nem hogy... Nem tudom, nem hagytam nyomot saját magamban. Semmi nyomot. Pedig én nyomasztom magadra, vagy telepedve már évek óta. Igen, évek óta nyomasztom magam, de erre nem emlékszem most, hogy játszottam-e önmagammal már, mint hogy veled. Azt tudom, hogy magammal játszottam, de hogy veled játszottam.
Magammal mindig játszom. És egyikünk mindig jól jön ki belőle. És mindig nyerek, az az igazság. Na, induljunk el, Jani. 3, 2, 1, fire! Judit, Judit, ugye? Jól mondtam? Oh. Jó van. Na jó. Szép volt, Bali. Szép volt, ennyi gyerekek, ennyi. Ez a hét utolsó napja. Na, hát Istenem, ez bennünket nem befolyásol. Nem, szerintem a János rosszul nyom tele az órát. Igen? Igen. Még le se állítottam, még... De már jó, hogy szól. Nézd, valahogy ki kellett fújni a szakmaórát, mert tegnap Jani, amit csinált, az valahogy ki kellett köszörülni. A csorbát azzal a feketével, amit bemondott, legalább olyan gyorsan, mint te, Judit. Én viszont nem ismerek kegyelmet, könyörtelen vagyok. Ne legyél már ilyen, pedig pont azért választottam. Nincs újra játszás. Mert neked van szíved. Azt hitted, hogy van szívem? Azt hitted, hogy... Ő egy megértő ember, nem, egy nagy szívű. Igen, biológiai értelemben van szíve. No. Mondjad. Léci. De mit szeretnél? Léci mit? Mit szeretnél? Játszok újra. Figyelj, de ha megcsúszunk, akkor nem tudjuk újra. Nem, nem a megcsúszás. De már azóta el is lehetett volna kezdeni. Ez elvi kérdés, nem játszottuk újra senkivel. Előtte mondja már egy szét számlaszámot, mert az MMHH-nak majd akkor azt átdobnánk. Igen. Játszani kell veled újra, de nem tudunk, mert menni kell. Azt még viszont gyorsan várod már, hogy honnan telefonálsz, mert azt nem sikerült megtudni. Most már nem is mondja. Nincs ebben ennyi. Judit, puszilunk, köszi. Szívesen, én is köszönöm. Hello. Ciao, hello. Ennyi gyerekek, hát ennyi. Hát jöttem pénteken. Na jó. Milyen jó, hogy megint. Mi semmit nem csináltunk megint egész héten. A jelek szerint egyébként 2-2 jutottatok. Aha. Te is benne vagy az egy nyertel. Én is. Arra egy. Nincs idő, hogy megtudjuk, hogy honnan telefonált a játékos, de arra van, hogy ünnepeljük egy kicsit barát. Ennyi gyerekek, ez is egy szakma, nem egy szakkör. És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és folytatjuk. Péntek van, ez egy jó nap, ezt én nagyon szeretem. A pénteket szerintem mindenki szereti, nem? Jobb a hangulatod, jobb a kedved, és hát is érzed, hogy jön a hétvége. Az mindig jó, ja? Igen, úgy tudtok beszélni, be van kapcsolva a mikrofon. Hát aki ugye? Itt van, ugye? Aki itt van. Aki itt van. Hol jártál, báránykám? Udros asszonykám. Igen. Mit hoztál, báránykám? Asszonykám. Fú, de utáltam ez mindig is. Atya úristen. Bidres bodros, azt hiszem. Bidres bodros. Én már nem annyira, nekem nem annyira jön be a bidres bodros. Már bodor nélkül. Igen, most már jobban. Jobb. Régebben még olyan, hogy bevette a gyomrom. Most már nem? Persze, jót fog sejemnek, de hogy most már nem. Bidres bodros. Na nézzük gyorsan a közlekedéséreket. Egy kis tény az árokba hajtott szarföld előtt. Ékezet nélkül. A gyerekek, nincs erőm átkonvertálni. Írjátok oda az ékezetet. Melós lenni. Rendőrök a helyszínen. Nem olyan rossz az, megterem azon a rúterna. Tényleg, írjátok oda, hogy hol van. Korán van az ember, aki bekékezi magának a közlekedési híreket. Én nem konvertálok át mindent fejben, folyamatosan olvasom. Hát, most a Magyarország összes települését nem tudhatom. Nekem egy hallgató azt írja a szarföld, én bemondom, hiszek nektek. Ez egy bizalmi dolog. A körön belül vagytok, a bizalmi körön belül vagytok, hát ez erről szól. Nem tudunk mindent átkonvertálni. Ne arcoskodjatok, harcoljatok. Hát, mi megtettük. Hívjatok fel, hogy megnyerjük, hallgatók mi ezt a hetet. 7 óra után 2 perce jött az SMS. Marci fölébredt, tehát hogy azt gondolt, hogy 3-7-es játékra 7 óra után 2 perccel ő elküldi a játékra jelentkezést, miután mi kiarcoskodtuk magunkat. Na, azt mondja, hogy engem nem mertek beválasztani, mert mindig nyerek. Aha. Uh-huh. Ja. Beatrix küldte nekünk, megy a paranoia, és az összes kövés előtt, hogy biztos azért nem választjuk be. Andrássy útópera előtt trafiznak, ezt Ircsi küldte nekünk, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy van-e még valami, ami fontos lehet. Nem, nincsen. Ennyi, tulajdonképpen ennyi. Ez minden, ami a reggelt illeti. Nem rossz. Nem rossz? Nem rossz. Semmi vészjósolót nem látok benne a mai napra részbe. Szerintem ez egy jó nap lesz, és egy jó hétvége. Miből érzed ezt? Nem úgy fájnak már a csontjai. Egyébként tényleg nem. Tegnap például majdnem megdöglöttem, egész nap kínzott ez a rettenetes köhögés, nem tudom, hogy mi volt az oka, mára ez elmúlt.
Hát biztos, hogy kirögted a zöld hulladékot már a kertben. Tényleg, hogy megszabadultam. Még egyszer egy sztorit meg kell hallgatnom erről a zöld hulladékról, tényleg hazamegyek. Az a dolog, gyerekek. Hogy adásban ez van, de hogy adáson kívül gyerekek. Erre jövök be a stúdióba, nem vitték el a zöld hulladékot. Kimegyek, iszom egy tár, de nem értem, hogyha lebomlik, ha nem vitték el a zöld hulladékot. Mi Jézusnek, kivegyek, megölöm magam. Viszont, de nem értem a zöld hulladékot. Már Ákos is így ült, érted, így fogta. Csak nem tud elmenni, mert híreket mond. Most mellé fogtam, mert Ákos a sztori barát, mert Ákos ugyanebben van. Nem, Ákos még udvarias. Még nem dolgozik velünk annyira régen, és még van érdeklődés az ő tekintetében. Az új lebomló zöld hulladékos zsák témakörre az Ákost is érdekli, mert ő is most akar vásárolni ilyet. Igen. Hát oda Ákos sztori barát lett. És a régi nem lebomlott, már nem szabad megvennie senkinek, mert akinek van, az már csak arra tudja használni, hogy kommunális hulladékot rakjon bele, és rakja ki a kuka mellé. A sztorikból, ha egyébként nem adásban beszél a Jani, hanem most... Semmi, ő sarkon fordul, és elmegy. Ennyi? Ennyi. De nem is mondod, neki ez a viszonylag egyszerű technikája van. Nem. Semmi? Nem. Hát de ne legyél már udvar. Én mindig nem kitalálok vagyok. Valamit, nem, hogy jaj, nem, pisil nem, nem kell, vagy... Nem, ő így jelzi. Tök egyszerű. Nem, mondja el egy ideig, megnézem az újságot, és utána mondom, hogy megyek be, és bemegyek. Hát nem hagyom úgy ott, hogy még beszél hozzám, tehát nem azt csinálom, hanem, hogy elkezd hozzám beszélni, egy ideig nézem, amikor látom, hogy ugyanazt mondja, akkor elkezdek olvasni, teszek az asztalomon, csak egy kávét is néhány. Akinél vannak álságos tiszteletkörök, meg álságos ottácsorgás, és úgy csinálnak, mint a figyelnék, az én vagyok. Ja, ő nem. Ő csak megfordul, és elmegy. Gyerekek, az élet rövid ahhoz, hogy ilyen tiszteletköröket fussunk, 10 éve dolgozunk együtt, bemegyek, egy perc alatt én felmérem, hogy jó sztori vagy nem. Van-e benne valami, kell-e bármit mondanom, tudok-e valami besegíteni, nem vagyok hajlandó ezt sokáig hallgatni, és akkor egyszerűen elindulok, megyek be. Ma is úgy jöttem, mondom, elindított valamit, hogy Jani reggel, mondom, azt szerintem ez már szólunk reggel, megy az Open-en, és már is indultam. És elindul. Jövök, tehát, hogy mindenféle lelkismeret furdást. Mert igen, hogy úgy gondolom, hogy fontos az információ, amit átadok. De nekem a lépéstávja egy picit nagyobb, mint az enyém, előbb-utóbb mindig lemaradok. Igen, egy kicsit mini próbálja. Lassan elkezdesz futni, és mondod még a sztorit, de aztán kifulladsz. Szaporázom, de utána meg már látom, hogy nincs ebben. Muszáj, nem lehet. Hát gondolom, mennyi időt veszel el magaddal, hogy magadtól, meg az életettől, hogy 5-10 perces, hosszú, soha véget nem érő, unalmas beszélgetésekben úgy bejön, hogy már mennél. Jó, azért ennyire ne döngünk be. Most nem rád értem. Nem rád értem. Hosszú, unalmas, partalan, értelmetlen. Csak őt érdeklő, de igazából őt sem. Abszolút érdektelen, nagyon unalmas. Nem, érted, és toporogsz, és állsz, és már menni. Én ebből semmilyen lelki problémát nem vagyok hajlandó csinálni, mert azt gondolom, hogy miért vegyem a vállamra a másik problémát. Figyelj, neki van egy unalmas történet, és még én szűköljek. Ne, ha fontos, akkor azt meghallgatom, mert akkor érzem, hogy olyan. De ne haragudj. Fontos. Hát akkor érted, csináljunk egy siratófalat ide, és akkor mindenki jár, és akkor el lehet mondani, hogy az 23 percen keresztül a zöld hulladékről nem vagyok hajlandó kommunális hulladékról beszélni 23 percig. Nem, annyiból igaza van, és ez a fajta, tehát hogy nem tűnik, tehát picit nyersnek tűnik ez a fajta stílus, amit ő képvisel. Ugyanakkor meg tényleg őszinte. Abszolút. Mert most én ennek sokkal jobban örülök, mint például annak, hogy mondjuk egy emberrel, most is volt nemrégiben egy ember a stúdióban, és kezet fogtunk, nem is nézett ide, nem nézett a szemembe, tehát hogy látszott rajta, hogy tök álságos az egész, tudod. Tehát, akkor öreg, ne nyújtsd a kezedet, ha szemembe se tudsz nézni közben, látszik rajta, hogy csak egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen álságos gesztus az egész. Vagy az az ember, aki mondom, integet, gyere már az ajtóba. Nem kell nekem, nem kell semmiféle gesztus gyakorolni az irányomba, hanem őszinte. Ő meg! Őszintén. Teljesen őszintén, hátat fordít abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy ez már sok, nem érdekli, érdektelen, fárasztó, unalmas, szürke hétköznapi, kit érdekel a kategória. Nem az érdek. Ő élete, ő megfordul, nem így. Adom. És akkor azt mondom, hogy tessék, végre egy őszintén. És melyik az őszintén, ha belegondolsz? Az álságos végighallgatás, és hazudok mindenkinek, és ott állok, és úgy csak, mint a érdekelne, de nem, vagy a nagyon menjünk. És az emberek nem azért kezdik el mondani, hogy te segíts nekik, hanem hogy elmondhassa, érted? De ne zsibbasszon! De a segítséged az pont az, hogy meghallgatod. Nem, nekem is van. Én se zúdítom senkire a saját gondjaimat. Én se terhellek titeket mindenféle dologgal. Ne zsibbasszon az ember ezzel, érted? Tehát, ha valódi probléma, hogy kézed, de nem tudom, kórházban van, és kell egy doki, és akkor persze az ember azonnal segít. Vagy ami.
De amikor én felmérem a szintet azonnal. Aha, zöld hulladék. Zöld hulladék, gaj, lemlebomló. Na jó, van, mondják, Jézusom, hogy felakasztom magam meg. És érzem, hogy a probléma alapjában nem egy igazán fontos, fajsúlyos probléma. Eleinte megsértődtem én is, de ez már évtizedekkel ezelőtt volt, de hát aztán láttam, hogy hát ez mégiscsak valahol nyíltabb őszintébe, ez egy ilyen nyílsisakos hozzáállás. Teljesen. Nincs álságoság. Semmiféle álságoság, nincs modoroskodás, toporgás, egy ilyen, aha, mondjad már, óranézés, kamutelefon, semmi. Az ég, egy nem. Abszolút. Valaki tényleg eljátszik ilyenekkel, ilyen a kamu bejövő hívás, vagy tudod, ilyet. De nem kell. De jó, hogy megkérdeztem. Mondd, Anna. Nem, én üdvözlöm a Janit a klubba csak azért, mert hát ugye majd elmondod nekem, János. Hát én már régóta klubtag vagyok. Na jó, de az a baj, hogy te meg rákontrázol. Az... Milyen rákontrázol? Igen, csak elkezdi mondani Annát, a szlovériát. Mert ő akkor is végigmondja. Titeket egymásnak teremtett az élet. Tehát én arra jövök be 6 óra 5-kor, hogy ezek ketten az irodában is azon drukkolok, hogy csak úgy tudjak átmenni a bengedőkap, hogy ne vegyenek észre. Tehát egy ilyen semmi kontakt ne legyen, hogy megérkezek úgy a stúdióba, hogy hát igazad vagy, Jani, ma is erő, igazad vagy, Jani, hát igazad vagy, Jani. Egyik a mosókonyhában, a másik kint a folyosón. Igazad van, Jani. Jézus Isten. Tolják egymást előre a sztoriban. Úristen, én fiatal vagyok, én jókedvű vagyok, én élni akarok. Na, igazad van, a kommunális hulladék. Jézus, már reggel is a hulladék volt? Nem, reggel másról beszéltünk. Nem, de jó volt. Igazad van, Jani, tök igazad van. Jó megmondtad. Mondom, hogy feküdjek le a föl, és csúszak el alattuk. Hagyjad, Jani, hagyjad őket. Ha reggel a szerki szobában vagytok, és ott vagytok, és nekem dolgom van, inkább csak úgy bemegyek, hogy folytassátok, itt se vagyok, csak lerakom. Ez se volt száraz. Istenem, a tünde! Nem tudom, mit éltettél, vagy mi volt a téma, ami neked nagyon tetszett, de erre jöttem. Igazad van, mondtad neki, te ugyan igazad van, de ugye így kell csinálni. Jézus Istenem, megint elkezdték. Szóval nektek, benneteket egymásnak. Igen. Abszolút. Én szeretem a magányt reggel, fölébredni, de bejönni. De nem csak reggel szereted a magányt. A szertartásaimat elvégezni, felkészülni, leülni, és úgy kellő hangulatba jönni. De jó, de azért azt reggel egy, na mi a helyzet, tudod, és akkor amikor meg válaszol rá valaki, hogy na mi a helyzet, akkor egy gyorsan tudod, én mi a helyzetem, az ilyen hello, itt vagyok, megjöttem, mi van veletek, tehát hogy nem kell válaszolni. Nem nagyon érdekel. Nem mondd el, persze. Hello, mi a helyzet, a csákó, mi újság? Ez olyan, mint az angol, hogy vagy. Igen, nem kezded rámondani, hogy szállj a gyomrok. Ez azt jelenti, hogy belenek, ez nem érdekel. Mindig, amikor megkérdezem, mi a helyzet, rettegek, hogy folytatjátok. És akkor én már nem vagyok ott, mert nem tudod kinek folytatni. Tehát hello, mi a helyzet, puszi, na jó, amelyik is. Se tehát, és már nem is vagyok ott. És teleportáltad magad az Aho stúdióba. És ebben pillanat van. Igen. Na jó van. Mindegy, Jani, majd elmondod nekem. Engem érdekel. Meghallgatlak. Koronális hullámpák. Nem vitték. Nem, ez pandacsöki boborja. Na, egyre másra bukarnak fel, ugye csak, hogy témázunk is, mert hogy készültünk témával. Jobbnál jobb teniszezők, igen. Nem erről akartunk beszélni, hanem ugye tagad ez a bizonyos offshore botrány, és... Szerintem egészen pontosan sokan nem is tudják, hogy mi is az az offshore-ozás, és ez mit jelent pontosan, és hogy a fenébe lehet úgy közben pénzt kimenteni, hogy legális, de mégsem legális, adóoptimalizáló vagy adóelkerülő vagy, de a kettő nem ugyanaz, az ottani jogszabályoknak adott országban adózol, de mégis illegálisan csinálod, most már ugye a David Cameronról is kiderült, hogy valamilyen cégben ő is benne volt, és állítólag sorra jönnek majd még a nagy nevek, akik folyamatosan offshore-oztak. Hát vagy ő, vagy a felesége. Vagy ő, vagy a felesége, vagy a szülei. Ez ugye ez olyan dolog, ami tulajdonképpen bennünket és a hallgatóink nagy többségét szerintem nem érinti, mert hogy ez azért egy nagyon komoly készpénzösszeg kell, amit el akarsz rejteni. Tehát kis lóvéval nem is jó? Tehát mondjuk egy 5000-est el akarsz adna belőle mutatni, akkor azért ne induljak meg. Ne, azonnal nem is állsz egy offshore számlát, nem a Kajmán-szigeteken. De maga a pénz útja, az mégis érdekes, hogy csinálják, kik csinálják, illetve szerintem, ami igazán érdekes lehet ebben a dologban, hogy valójában tudjuk-e azt, hogy mondjuk így mennyi pénz áramlik ki az országból. Tehát, hogyha minden offshore-ban tartott pénz mondjuk itthon lenne, akkor mennyivel lenne
gazdagabb a költségvetés, mennyivel több adót fizetnénk, tehát körülbelül, ha lehet ilyen számokat kérdezni majd a szakértőnkben, megkérdezzük, hogy egy éves GDP hány százaléka lehet? Van-e erre bárkinek becslése, hogy körülbelül mi az az összeg, ami azért tényleg már szabad szemmel látható, ami kint van mondjuk különböző Kajmán-szigeteki, meg Virgin-szigeteki bankszámlákon, úgy, hogy soha büdös életben nem fog hazakerülni. Nyilván nehéz, mert ugye ez fekete pénz. Hát igen, vagy igen. Szürke, szürkéből jön. Például én azt sem tudom, hogy ez hogy megy oda ki? Van egy samesz oda, akit így megbízol bőröndel? Mert ha ezt kiutalom arra a számlára, érted, akkor már nyoma van. Hogy akkor ezt valaki kihordja. Van egy ember, aki... 100 eurósával tudod megy mindig. Ül a vizeren, elmegy Brüsszel, hát, Svájc, nem tudom, Frankfurt, Wörthig. Igen, van a szigetel összealkozva, mint a Wall Street farkasá. Igen. Hetente megy valaki, és akkor van, összeszedi bőröndbe a pénzeket. Jani 100 eurót rakott, Balázs 200-at, Feri 150-et, akkor ezt most kiviszem, és beteszem a... Igen, a kérdés egyébként hogy érdekes. Nyilván különböző bankokon keresztül jutatják ki a pénzt, de közben azt mondják, hogy ugye az, hogy neked van egy offshore céged, az még nem azt jelenti, hogy te adócsaló vagy, egyszerűen csak adott optimalizáció és az ottani jogszabályoknak megfelelően adózol, vagy hogy nincs adó, akár egy éves díjat fizetsz be. De mégis, hát azért most rengeteg emberről, politikusról derül ki, hogy benne vannak az offshore-ban, senkit nem érint azért ez túlságosan jól. Tehát ez valahol azért mégiscsak hát egyfajta adóelkerülés, ha lehet így mondani. Persze, meg hát ugye fura, hogy egy bizonyos pénzösszeget megkeresel egy országban, és utána pedig nem abban az országban adózol utána, hanem egy másik országban. Tehát gyakorlatilag nem élénkíted azt a gazdaságot, nem forgatod vissza, stb. Tehát ez semmiképpen nem jó az országnak. Na de miért nem jó közben? Tehát hogyha nekem egy másik ország azt mondja, hogy gyere ide, és itt csak ennyit adózol, és én oda megyek, és ott csak annyit adózom, akkor az miért nem jó? Hát szerintem azért, értem, hogy csalnak ezzel, meg ugye olyan jövedelmeket számolsz el, meg olyan pénzeket mozgatsz, amit nem vallottál be, és inkább azon keresztül valahogy a strómanokon keresztül akár, de mégis az adott ország jogszabályának megfelelően te ott egy éves díjat fizetsz, mondjuk, és nem többet. Nem? Csinálsz te egy televíziós produkciós céget, és én offshorozom. Igen? Te minden egyes számlád után a 27% én sokkal többet adózom. Te leadózol. Igen. Én meg élek, mint Marci Hevesen, ugyanarról a piacról, és ugyanabban az országban. De te még nem követsz el bűncselekményt. Hát nem tudom. Hiszen nem te az követed? Adott ország... Nem, ettől még nem. A bűncselekmény az nem itt kezdődik, hiszen te az adott országnak megfelelően, az ottani jogszabályoknak megfelelően adózol. Ha nekik azt mondják, hogy nincs adó, aha, meg semmi, csak egy éves fix díj, akkor te ezt befizeted, akkor te az adott országban legálisan jártál el. Hát de valami engem cseszeget. Mert nekem offshore cég. Igen, mert ellenőrizhetetlen. Tehát, hogy gyakorlatilag mi van mindenféle benne? Tekintet, persze, aha, mindenféle. Tehát, hogy ha oda adózol, akkor gyakorlatilag úgy adózol, ahogy akarsz. Semmiféle rálátás a helyi adóhatalmak nincsen. Érted? Aha. Tehát, hogy minden járulékot oda fizetsz. Ide gyakorlatilag semmit nem fizetsz. És ha én ezt bevallom, adok keresel, egy papírt róla, tehát kérek az offshore cégem anyaországától egy kimutatást, hogy én mindent befizetem. Ki az a hülye, aki? Hát nem tudom. De ha azt mondjuk, hogy az hivatal, tehát az offshore-ozás lehet jó, hivatalos, ha ezt mondjuk, akkor nyilván lehet egy hivatalos papírt kérni, hogy kérem szépen, ez a de cég befizetett mindent, amit igen, kell. De ezt nem is várhatja el tőled senki, hogy te benyújtsál egy ilyen papírt, hiszen semmiféle hivatalos kapcsolatod nincsen a helyi adóhivatallal. Aha. Na mindjárt megkérdezünk valakit, aki nálunk el sokkal jobban ért, mert a dolog szerintem izgalmas, érdekes, és hát ráadásul ugye vannak még nevek állítólag, amik nem kerültek nyilvánosságra, de nem sokára még nagyobb lesz. Ez az immáron így is elég nagyra dagadt offshore botrány. Valde Zsolt szakjogász itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Hello! Nincs itt velünk. Na. Nincsen? Már elvitték. Elvitték? Itt is nem. Még nem is mondod semmit. Mégis letöltendő. Nem, igen, nagyon gyors volt. Na, igen, érdekes ez a dolog. Most már ugye Putyinról is kiderült, azt ugye tudtuk, és most a David Cameron a legnagyobb. Az ír miniszterelnök le is mondott. Igen. Ugye? Hát illetve először azt mondta, hogy lemond, de aztán azt mondta, aztán hogy mégsem nem. Mond igen. Le. Igen, mert nem ő volt, hanem... Aha, mondjuk ez is érdekes, tudod, hogy aludt rá egyet, aztán majd inkább mégsem mondok rá, voltak már mások is, akik megúszták, hát ha én is megfogom. Milyen jó lenne, mindenhol ugyanannyi adót kellene fizetni, nem? Hát bizony. Ezek mindenhol, az egész világon mindenhol ugyanannyi adót kellene fizetni. Igen, és például hát, ugye a unión belüli igen. kereskedésben is, ahol ugye kevesebb az adó, az már te már hátrányban vagy a 27. Ez jó lenne, csak hát ugye minden országnak más is más a GDP-je, tehát hogy azért egységes GDP-t mindenkinek. Lehet, na mindjárt minden megkérdezünk, mert nálunk vannak okosabbak ebben a témában. Valde Zsolt szakjogász itt van velünk. Hello Zsolt, jó reggel, ciao. Jó reggel, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Na, abszolút laikusként segíts nekünk megérteni, hogy mi ez az egész balé.
Ugye kiterült, tudjuk, hogy hogy derült ki, tudjuk, hogy kik szivárogtattak, tudjuk, hogy honnan derült ki. Mégis azt mondják, ugye, hogy hát sokakat érzékenyen érint az offshore-ozás. Közben azt mondják, hogy ha alapjában van egy offshore céged, az még nem illegális. Hát ez így is van. Tehát ugye először is ugye sokan nem tudják, hogy mit jelent az, hogy offshore cég. Ugye az offshore cég az azt jelenti, hogy az adott országban tevékenységet nem végez a bejegyzett cég. Tehát ugye ez egy ideális dolog az adott országnak is, hiszen ugye nála fizeti valaki az adót, viszont a tevékenységét nem ott végzi. Tehát ez sok ország, azt mondom, hogy olyan helyzetet teremt, hogy oda menjenek az adózók, és ugye adózókat gyűjt tulajdonképpen. Tehát, hogyha én külföldön csinálok egy céget, vagy netalántán egy offshore területen egy offshore céget, az még ugye nem bűncselekmény, az egy adóoptimalizálásnak lehet a része. Na ez az, igen. Honnantól lesz az? Tehát honnantól jön a turpisság, hogy van X mennyiségű pénzem egy offshore cégben, ugye én még csak adót optimalizálok, és az adott országnak megfelelő jogszabályokkal adózom. Honnan jön a turpisság, vagy honnantól indul? Hát a turpisság az onnan indulhat, hogyha én ezt ugye eltitkolom, vagy az offshore céghez olyan jövedelmem jön, vagy olyan bevételeim jönnek, ugye amik fiktív ügyletekből származnak. Hát tulajdonképpen ez szokott lenni az elhatárolás, a törvényes adóoptimalizálás, vagy pedig már az illegális, azt mondom, hogy adócsalás között. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Uh-huh. Tehát, hogy nekem van olyan pénzem, amit nem vallok be. Hát külföldön ugye odaérkezik a cég az offshore céghez. Így van. Ez tulajdonképpen, hogyha én például Magyarországon maradjunk, ha én magyar állampolgár vagyok, nekem az offshore cégből származó jövedelmemet is be kellene vallanom, és le kellene adóznom, hogyha nekem, tehát nincs kettős adóztatás elkerülési egyezmény az adott ország és Magyarország között. Uh-huh. Tehát amit én itt megtermelek, de nem ide vallok be, arról egy papírt az offshore országomból kell kérjek, kellene. És ezt kellene kérjek, és be kéne adnom Magyarországon. Hát van, ahol tudok kérni, van, ahol pedig saját magamra van bízva, aha, hogy én ezt bejelentem és leadózom. És ugye így válhat hivatalossá az a jövedelmem, amit ugye külföldön én egy offshore cégben ugye kaptam. Igen, de nyilván sokan kihasználják ezt a kiskaput, hogy neked kellene. De hát te ugye nem érsz ezzel a lehetőséggel, magyarul a helyi adóhivatal nem tud erről a bevételedről, és így tűnik el a bevétel számára. Így van, tehát ahogy ti ugye egy pont fogadtátok az elején, ugye akiket érint ez a dolog, valószínű, hogy ott az van, hogy ők ezt eltitkolták, tehát kint megtermelődött ugye ez a jövedelem. A kinti offshore cégnél ugye a sok előnyből mondjuk azt használták ki, hogy nem kellett mondjuk adót fizetni, vagy nem kellett osztalékadót fizetni, amikor ugye ezt a pénzt kivették, viszont ezt nem jelentették be otthon, és ugye tehát az adott országban, ahol ők állampolgárok és adóznak, és ugye emiatt érinti őket érzékenyen ez a botrány. De ha én bejelenteném itthon ezt a pénzt, akkor utána adóznom kéne itthon is. Hát így van. Aha, így van. Tehát, ugye az országnak az a lényeg, hogy kint nem adózom. Ki kint nem adózol, itt van. Jó, értem. Aha, én mint kezdő offshore-ozó. Most ismerkedik ezzel a műfajon. Most itt azért kérdezgetünk. Hogy juttatom ki a pénzem oda? Ugye én az előbb is ezt kérdeztem, hogy én itthon dolgozok, van egy kis fekete jövedelmem, azt hogy viszem ki az offshore-ba? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de ahogy ugye az előbb boncolgatott, hogy összedobtok 100-200 eurót, dollárt, és ezt akkor valaki kiviszi, hát ez viszont azért... Viszont lassan ér ki a pénz, ugye? Tehát sokat kell fordulni. Igen. Illetve olyan offshore céget alapítanátok akkor, amely pár száz euróval, dollárral ugye működne, annak nem sok értelme volna. Tehát ez azért sokkal nagyobb pénzek mozognak ezeknél az offshore cégeknél, hiszen magát a struktúrát is ugye fönn kell tartani, tehát pár ezer forintért vagy euróért ugye ilyen cégeket nem hoznak létre. Tehát ezek hivatalos bank átutalásokkal történnek, mert ugye van mögötte egy tevékenység is. Tehát az előbbi példában Feri mondta azt, hiszen, hogyha van egy produkcióm, és azt a produkciót én ugye értékesítem. Uh-huh. És hogyha valaki Magyarországon értékesít, ez egy magyar cégben van benne, ugye akkor a magyar adójogszabályok vonatkoznak rá, hogyha pedig mondjuk ez egy külföldi cég tulajdonolja ezt a produkciót, és ugye ott adózom le, akkor ugye a bevételem az oda fog jönni majd arra a bizonyos bankszámára, tehát ugye teljesen hivatalosan fog oda menni. Uh-huh. Aztán avval az összeggel, hogy én azt utána bevallom, tehát a magyar adóhatóságnak, vagy az adott ország adóhatóságának bevallom, és én azt ugye akár kedvezőbb adózással is, de
de ugye leadózom, hát ez már ugye magán az offshore-ozón, ahogy a Feri mondta, a kezdő offshore-ozón vagy a haladó offshore-ozón múlik tulajdonképpen. Azt lehet tudni nagyjából, hogy ha csak Magyarországot nézzük körülbelül, nem tudom, egy éves GDP hány százaléka lehet offshore cégekben? Összeget senki nem tudja. Adatok, hát ezt senki nem tudja. Vagy hogy mennyi pénz áramlik ki mondjuk a költségvetésből, ahelyett, hogy a költségvetésben landolna, mondjuk adóformájában, ahhoz képest mondjuk offshore cégekben becslés sincsen semmi? Hát becslés sincsen, szerintem ezt senki nem tudja. Ugye a 2010-ben léptek hatályba új jogszabályok, amit megszigorították, ugye a külföldön keletkező jövedelmekre vonatkozó bejelentési és adózási kötelezettségeket, és ugye ezt követően a magyar kormány ugye adóamnesztiát is hirdetett, illetve hát az adóamnesztiának egyes formáit, hogyha valaki a külföldön keletkezett jövedelmét hazahozta, és az elején például állampapírba fektette, ugye akkor azt kedvezően tudta leadózni. Igen, elvileg nem kérdeztek utána többet, finoman igen. szólva. Ugye? Tehát ez volt a díl, hogy hozd haza, de nem kérdezünk igen. többet. Így van, nem kérdeztek elvileg. Többet. Elvileg. Hát azóta, igen, ezt nem tudjuk, hogy kérdeztek vagy nem kérdeztek, viszont akkor voltak ott számok, amit ugye lehetett hallani, hogy milyen összegek kerültek így vissza Magyarországra, hát akkor azok azért jó pár száz milliárd forint áramlott vissza az országba. De erről hivatalosan ugye hát csak a Magyar Nemzeti Bank, vagy a NAV tud, de szerintem a NAV lehet, hogy nem is, hanem a Magyar Nemzeti Bank. Á, őket meg nem merjük fölhívni. De úgy terveztük, hogy utána őket hívjuk. Na érdekes ez a dolog. Egyébként most pont azt olvastam, hogy az, aki szivárogtat, az ugye hát félti a saját életét, de megnyugtatták, hogy nyugi. Az oknyomozás riport, vagy az oknyomozó újságírás egyik alapfeltétele, hogy soha nem adjuk ki a forrást, mert hogy ő már közvetlen életveszélyben van. Hát kíváncsiak, hogy még milyen nevek merülnek föl egyébként, mert állítólag még nem tudunk mindent. Hát valószínű, hogy azért ahol nagyobb pénzek mozognak, és itt most nem Magyarországot értem ez alatt, ahol azért nagyobb pénzek mozognak, ott azért gyakrabban előfordul az, hogy ott offshore cég mögé bújtatott tulajdonos esetleg ugye kint tart pénzt. És egyébként akik a botrányban érintettek voltak, szerintem ott sem biztos, hogy sőt többnyire nem illegális jövedelmekről van szó, hanem lehet, hogy ott tart kint nagyobb összegeket, amit mondjuk lehet, hogy nem is kellett volna az adott országában leadózni. Ugye most a kiszivárogtatás miatt viszont ugye hát most magyarázkodásra kötelezik, de nem biztos, hogy illegálisan tett. De Zsolt, ugye te se gondoltad volna Jackie Chanről, nem? A legnagyobb kivel jönnek még elő? Lorenzo Lamasszal? Ki lesz a következő? Szegény golykomitik? Lehet, hogy Vadon Jani, nem? Hát de meglepődnék, kiderül, hogy a Virgin szigeteken brutális offshore számláid vannak, és hihetetlen pénzeket mondanak. Én szeretnék meglepődni. Igen. Köszi Zsolt, hogy elmondtad ezt nekünk. Köszönjük, jó munkát, köszönjük szépen. Ciao, hello, köszi. Az milyen lenne, nem? Kérlek. És az offshore botrányban érintett Vadon János. Két kajmás szigetek. Jani, ne viccel, volt, hogy ott pattogott a szelektív hulladék, és az zöldoladék a zsákok miatt, amikkel nem tudott mit kezdeni, mert nem vitték el. Nem mondd már! Kérlek, biztos, hogy ő? Nagyon szeretném. Fél 8 múlt, pontosan 4 perccel van egy trafing a 46-os számú főúton Mezőtúr és Gyomán-Röd között. A Mezőtúr felől érkezőket mérik a parkolóból. Csoki Guru küldte, valamint az M1-es, M7-es Budaörsről áll, mert egy sávra szűkül a forgalom az építkezésnél. 4 sávról egy sávra. Kitartás mindenkinek, aki ott van. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hát ez egy jó kis dal. Ezt nagyon, nagyon kedvelem ezt a nótát. Most nem dumálunk? De nem szégyen, próbáltam azonosítani. Most akartam megírni nekik. Hogy? Azt hittem, már nem barizunk, hogy most nem szóltok hozzá. Kedves Green Day. A Bali nagyon kedveli a számot. Szóba kerültem, nevetek a rádió műsorunkban. Most, ha te teheted azt, hogy érdektelenségbe fullasztasz reggeli beszélgetéseket a Janival, akkor mi is tehetjük? Igazatok van. Hogy bennünket nem érdekel, hogy neked ez érdekel. Abszolút jogotok van hozzá. Ez így van. Nem, csak az a baj, hogyha belekezdünk egy ilyen rokkos témába, akkor meg megint ugyanaz lyukadunk ki. Felállaszt, kimegy.
Nem kell tovább menni, vagy gurítani ezt adott, csak igen, ez egy jó oldal. Nem kell most itt ízét mondani, hogy mikor vált ki a basszusgitáros, meg mert azt már megvált. Na, azt meg már lesz. Ne leszarom. Nem, csak a jó grindék. Aha, jó, na nézzük a közlekedését. Három percet adok. Három és fél percet adok. Meg aztán viszontlátásra. Nem kell mindenben mindig elmélyülni, hogy miért jó a grindék. Jó oldal volt, és kész. Igen. Ennyi. Rendeletes, pankos, jókedvű rockzene, 3,5 percben, tessék! Ennyi, és ez egy jó grindéda, nem is kell több. Mátra Verebé és Tar között közúti ellenőrzés van, a Tar felől érkezőket veszik ki, Csupesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy ki tudjátok deríteni, hogy 2-3 napja miért áll reggelente a 6-os bevezető úgy, hogy az M0-ás Nagy Dunahídon áll már a sor? Péter kérdezi. Hogy ne tudnánk kideríteni, mindent ki tudunk, hallgatóink pillanatokon belül megírják, hogy mi a helyzet. A 6-os bevezető M0-ás Nagy Dunahíd. Írjátok meg, jó? Mi van ott? Történik arra felé. M86-oson Szombathelyről kifelé az első két felüljáróról mérnek mindkét irányban. Ezt Gina küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. És azt nézem, hogy mi van, 10-es úton lassú a haladás, és M1 M7-es bevezető áll, mint Katiban a gyerek ismét, sose lesz vége. Igen, erről beszéltünk a múltkor, hogy mi próbáltunk nektek segíteni azzal, és mindenkinek, aki arra felé lakik, hogy megpróbálunk valakit elkapni, aki nyilatkozik nekünk, hogy annak ott mikor lesz vége, de három helyre irányítottak, és végül is nem sikerült megszólalót találnunk, aki elmondta volna, hogy még meddig. Még meddig kínozzák. Nincs gazdája, ha most valaki van, ott áll, van. Ha most valaki ott áll a dugóban, van, szokott lenni egy ilyen óriási információs tábla kivitelezővel. Hát én nagyon sokat járok arra. De tudtuk, hogy ki a kivitelező, csak nem akartak nyilatkozni. Tehát nem adtak megszólalót, mondták, hogy majd valamikor írásban válaszolnak. Közútkezelőt hívtuk, közútkezelőt eljutottunk, hogy azt a BKK-t csinálják, kiderült, hogy nem a BKK, nem, hanem még a harmadik, és akkor ők majd írásban valamikor nyilatkoznak, hogy meddig. Szerettük volna megkérdezni, hogy mégis meddig kínozzák a budapestieket, mert azért az, hogy 4 sávról 1 sávra terelsz valakit, az nem életszerű, ennyi időn keresztül. Tehát lehet valamit felújítani és megcsinálni, de van azt szerintem az autósoknak is egy határ az ő tűrőképességüknek, nem? És ez már túl. Állsz a dugóban hónapot, kettőt, ha tudod, hogy szebb lesz, de most már ami történik, az, hogy minden romokban van. És egy idő után már nem bírod idegekkel, tényleg. Minden reggel ott állsz, több mint egy óra. Nagyon. Őrüle. Igen, nagyon sok szerintem is. Na játszunk, itt van már is a játékosunk, a hét utolsó játékosa, mert hogy péntek van. A kérdés, mit mondóra? Visszafelé beszélünk. Ülészhebére faszít. Hozzájállat, élet feszülben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Halló! Sziasztok! Hello. Aród vagyok. Aród? Dóra. Dóra. Dóra, hello Dóra! Hello, én le vagyok fagyva. Se az a Dóra vagy, aki a saját játékot csinálja? Nem. Hello, honnan hívtál minket? Cegléden lakom, de Pesten dolgozom, és most Pesten vagyok. Már Pesten vagy, mit csinálsz, mit dolgozol? Hát közszférában vagyok, illetékkel foglalkozok. Te szeded, vagy te adod? Én állapítom meg. Ja, hogy mennyit kell fizetni, aha. Így van. Igen, büntiket is, mindent? Hát büntiket nem sűrű. Nem? De ha muszáj, akkor muszáj. Ha valaki valamit nem fizet be, akkor utána, ha később fizeti, akkor annak van egy illeték fizetési kötelezettsége, nem? Hát én most kaptam egy ilyen levelet. Vagyonszerzési illetékkel. És azon belül, ha lakást veszel. És hogy tudok alkudni, hogy kedves hölgyet... Hát a lakás vásárlás után annak van egy bizonyos százaléka, ugye a lakás árának bizonyos százaléka az illető. 4%, igen. Így van, azt kell ugye befizetned. Az eladásnál pedig ugye úgy van talán, hogyha már 5 évig birtokod, akkor az már az FIA-hoz tartozik, az nem. Így van. Minket nem érint. Igen, az már nem, az már más. Jól van, na figyelj, de hát maradt neked egy szólásmondás. Jó. Mennyit tudok fel? A pénteki játékos ugye már nem tud soha választani, ezért egy kicsit nehezebb. Így van, de van két kolléganőm, aki megpróbál segíteni. Komolyan? Igen. Na. Mutathatjuk? Igen. Óra indul, figyelj. Nebzív, alak, ním, lé. Jó, gyerekek. Figyelj, mutatom még egyszer. Nebzív, alak, ním, lé. Élni? Majdnem. Nebzív. A. Nim. Ezt tenni minden ember, ha nem lennének illetékek.
Él az jó volt. Él az jó volt? Mi volt ez? Él? Nem hogy tudom. Él? Mi Marci Evesen. Ah, jó. Él, mint hal a vízben, ez lett volna. Oh. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk a Klasszon, folytatjuk, péntek van, ez mindenképp jó hír. Az egyetlen jó hír, amivel tudok szolgálni. Illetve még valamivel, várjátok, csak itt leesett minden. Ajándék. Nem. Tegnap voltam a városban este, és olyan helyes dolgot láttam, hogy egyszer megőrültem. Le akartam fotózni, csak gondoltam, nem fotózok be az ablakon valahova, mert akkor ők azt hiszik, hogy én gúgyűzök belőle. Főleg nem a harmadikon, igen. Helikopterrendel, ahogy menetültél. Mesztelenő. Vajos kis helyes kis. Egy mesztelenő szivarodott a balkonon, persze. 130 kilósan. Egy angol buldoggal. Nem, voltam tegnap a városban egy rendezvényen, de nem is ez a lényeg, hogy megint kaptam egy díjat. Hanem ja, láttam egyébként, basszus, most láttam, hogy települ az év prémétje. Igen, az év prémétje, hülye állat. Nagyon jó volt a dekortázsom. Következő volt Kazinci utca, megyek, leteszem a kocsit valahol, és megyek előre. Teszem egyik lábamat a másik után, ugye? Te tudsz ilyet? Kocsi nélkül? Kocsi nélkül, mert oda, ahova mentem, oda nem lehetett menni autóval. Elmentem egészen az utolsó utáni pontig, ahol még lehetett menni, vagy ahova még lehetett. Ott letettem az autót, és megnéztem a telefonom, hogy ez legalább 200 méter lesz, rohadtul ki voltam. De ott is csak azért, mert felült az aj. Rohadtul ki voltam, felült a térkőre a kocsi aj, ott megálltam, ott hagytam. És egy ablakon keresztül azt láttam, ez közvetlenül a Klauzál tér előtt volt, de még nem a Kazinci utcában, hogy helyes idős emberek táncolnak egy klubban, és élőzenében ott ül a zenekar, iszonyatosan brutálisan nyomja az élőzenét, és 78 éves kis papperek, mammerek, nagyon cukin, felkérik egymást, táncolnak úgy, hogy voltak itt nem kértek fel, ott üldögélt, várta, hogy felkérjék, néhány idősebb, nagyon helyes Didi dohányzott azért a tangóklub előtt, bent pedig egy kis társas táncot. Miki volt rakva egy pad, mint vidéken, és kinültek, és beszélgetek. Kinültek, álltak, hogy ki bennem lehet rágyűjteni, kint dohányoztak. Meg csepcsányolt fűrészt. Itt iszonyatos, hogy mi mondták a nagybőgővel, a hegedűvel, dobbal, nem tudom, üsdobbal, persze, lápi hegedűvel. Minden volt. Igen, meg körte muzsikával. és bent táncoltak, de olyan helyes volt, hogy meg kellett állnom, és gondoltam, hogy csinálok nektek egy fotót, hogy lássátok. Figyelj, olyan volt, mint a hogy tudjátok, hova mentek egy év múlva. Nem, olyan volt, mint a Buenos Airesben sétáltam volna, és egy ilyen tangó klubba egyszer csak egy bepillantást nyert, mert Argentinában mi voltunk ott forgatni, tényleg ezt látod, ott minden sarkon tangó klubok vannak, és mindenki iszonyatosan táncol, utcán, bent, ki, mindenhol, mindenki táncol. Elképesztő helyesek voltak. Igen. És rájöttem, és azon gondolkoztam, hogy milyen jó lenne valahogy így megőrizni saját magunkat, ha megkapjuk azt a lehetőséget arra, hogy 78 évig éljünk, és nem tudom, mi történt még 20 év múlva, hogy kicsit lemenjél egy ilyen klubba, akár ismerkedjél egy picit, flörtöljél, táncoljál, és csak jól érezd magad. De és jó. Ez elsősorban már nyilván nem a szexualitásról szól, és arról, hogy te most felszeded kicsit a izét. Kicsit dörgölőznek még. Jó, de hogy kicsit azért táncolnak, kicsit benne van az erotika, kicsit azért ott a pasikot nagyon körbe táncolták a csajokat. Buena Vista, szociális klub. De tényleg szociális. Jó. Annyira helyesek voltak, mondom, hogy megálltam, és mondom, hát hová fejlődött ez a város, amíg én nem voltam benne nagyon a belvárosban éjszaka, mert ritkán jár be az ember, főleg ha agglomerációban lakik. Úgy elszoktam ettől, és baromi helyesek voltak. És vörös rózsák az ajkak között volt, ilyen is áll rá. Kovács bácsi ráhajolt Szabó nénire, és úgy marad. És ütötték alulról a lányok szoknyáját, a nők pörögtek, és ilyen rákabili arcok, 8 évesen nyomták. És nem virág volt a szájukba keresztbe, hanem parti fákja, és mind a két végén. Ott volt Elvis imitátorok, kábriókkal jöttek, és Chevy kábriókkal. Nem. Nagyon jó. Én meséltem nektek 3 vagy 4 évvel ezelőtt, mi a BK-val elkezdtük ezt, hogy hetente egyszer elmegyünk. Csak aztán csúnya meghúzódott. Csúnyán az elsőnél olyan izomlázom volt, hogy majd hazamenni alig bírtam. Ilyet, hogy le kellett volna hajolni, hogy a BK átcsúszol a lábad között, Páti Derekat nem ment, és ott lett. Igen. És emel, nem te béka, Feri! És az eldobos Rocky figurán így kivágta az ablakon, figyelj, nagyon jó volt. Mi imád. Szenzációs. Minden szerdán mi mentünk, és már készültél rá, párok jöttek, ment a izi dumálás. Nagyon jó. A végén brutál swinger, vagy ez nem az? Az? Nem, akkor jó. Nyugtass meg, hogy volt valami izgalmas is. Egész este táncoltatok. Akkor már békának haza kellett menni lefektetni a gyerekeket, és sajnos már nem maradt. Majd én maradok életem. Hagyd csak majd én. Mindig ez a vég. De valahogy helyesek voltak, aranyosok voltak, és így álltam tátott száj, és azt mondtam, hogy ha na, lehet választani, hogy
akkor így. Tehát ne egy híradóval vitatkozó, mindenkibe belekötő, a szomszéddal rosszban lévő, a kutyaszart a másik autóján összenyomó, szétnyomó, a kisgyereket direkt megmérgező öreg nyugdíjassá váljunk, uh-huh. hanem egy ilyen életszerető. Piros lámpánál az autósokat bottal fenyegető. Igen, egy ilyen kerekes kosarat húzza. Hogy valahogy ne így, hanem így, ahogy ezt ők csinálták. És mondom, álltam ott a kirakat előtt, és néztem őket, szenzációsak voltak. Annyira cukik voltak. Mondom, és igazi mammerek. Paperek. Tudod, nagyon-nagyon tolták. És láttam magunkat Antonio is ott. Antonio Banderas ott volt már? Igen, Andy Vajnával polkázott. Azon, hogy Andy Vajnával, nem, most láttam pont a, nem tudom, a riposztom, hogy hol, hogy Andy Vajna meglátogatta, ugye. Andy ébren volt? Polka közben nem szokott soha. Nem, most nem, a kicsit passzívan. Igen. Antonio Banderas Palácsik TV-vel tangozott, miközben Andy szúnyogált a sarokba. Igen, és bar a fejem pörgött Tiergergen. És oda meg a habonyárpad is betakarta egy kockás pléddel, hogy ne fázzon. Mert ez érdekes mód, ezt így ebben a formában nem láttam. Na de hogy, tényleg nem aranyos. Így kellene? Nem így kellene megidősödni? Meg öregedni, ez nem jó szó, mert ők nem öregek. Tehát hogy nem is jó szó az, hogy öreg, hanem egyszerűen idősek, de hogy ugyanúgy szeretik az életet, és miért ne szerethetnék egyébként? Bármi valamit találni magadnak, amiben ki tudod élni ezt, nem feltétlenül a táncot, lehet más is, de tényleg jó, hogy ilyet találni. Igen. Hogy valamiben tényleg megtalálja az örömét. Erről jut eszembe holnap Master súlyemelő és szabadidős verseny, BKV előre Masters. Az is jó. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, és muszáj róla beszélni, mert a történet egyébként kapcsolódik ahhoz, amit felvezettem, de egy kicsit más origóból. Ugyanis Bálinnyazda. Bálinnyalta. Bálint, hol vagy? Gyuri bácsi, akiről tudjuk, hogy ki ő, hát az ország kertésze, ha lehet így mondani. Igen. Az ország kertésze 97 éves, hát Isten értesse sokáig. Bármennyire is próbálkozik Németh Kristóf, az ország kertésze még mindig Bálint. Igen, ez nem tudta kiütni. 97 évesen is autóba ül. Nem is erről kell beszélni, mert hogy miért ne vezetne, hanem a cikk azért nagyon cuki, amiről szól, mert elmondta, hogy ugyan két hónap múlva lejár a jogsérelme, ez egyáltalán nem baj, ugyanis ő irillése méltó frissességgel, boldogságban él, és 27 évvel fiatalabb feleségével mulatják együtt az időt. Úgy könnyű. Viszont a 27 évvel fiatalabb felesége nem nagyon engedi, hogy ő beüljön az autóba. Aha. Mert félti, mert már idős egy picit, talán nem olyanok a reflexei, és lehet, hogy valami baja történik, vagy ne adj Isten esetleg okoz valamit, amit mondjuk nem akar. És nem engedi a feleség, hogy vezessen, ezért ő titokban, amikor a felesége nincs otthon, 97 évesen elköti az autót, és elmegy egy ilyen élmény vezetésre. Nem áll, hogy a kormány alatt a két vezetéket összeérinti, vagy hogy? Feltöri a saját autóját, fölül egy benzines fűnyíróra, egy megyárom köpe. Permetező zetonna kálcázva. Nem, hanem arról szól, hogy ő titokban, amikor az ő párja a szerelme nincs otthon, akkor titokban vezet. És hát ez egy szenzációs történet, hogy ő ellopja a család autóját, és amikor teheti, vagy a felesége alszik, vagy nincs otthon, vagy elmegy vásárolni, elmegy egy kicsit titokban vezetni. Kis titokban vezetés. És szerintem... Alszol, szíve. Alszol. Hello. Na jó van akkor. Irány a garázs. Nem, no, ide tesz az autót. Ez autót, hogy nehogy be kell indítani még az udvaron, és majd az utcán. Lemelkedő tetején üresbe tesz. Igen. Legutóbb azt mondja, hogy például olyan trükkel ment el otthonról, hogy tudta, hogy Antoni elfoglaltság miatt nem lesz otthon, beült az autóba, és elment egy kertészetbe, és úgy próbált bocsánatért esedezni, hogy a kertészetből hozott egy cserepes virágot. Az ő párjának nagyon cuki egyébként, hogy oké, elloptam az autót, megint vezettem, lehet, hogy már nem kellene, de hoztam neked cserepes virágot. És ami erről eszembe jutott, hogy szerintem egy idő után minden kapcsolat eljut oda, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz saját kis titka. Ha értitek, hogy mire akarok gondolni. Ja, azt hittem, hogy 27 évvel fiatal a felesége. Hát, mert akkor jövőre mi egy 20-as be tudunk. Ja. Nézzétek, akkor jövőre nektek 20 éves van. Veri, hogy elgondolkozod. Átdobom ezt a cikket anyának. Töröm az utat. Elmondta, hogy ő egyébként nagyon cuki a történet. Elmondta, hogy az ő párja abban bízik, hogy nem kér új jogosítványt. De hogy ő erről nem akar letenni, ő akar új jogosítványt kérni. És
párja azt mondta, hogy szólni fog a dokinak, hogy ne de találják jó. alkalmasnak. Tehát ő elmegy majd az orvosi vizsgálatra, és azt mondja, hogy jaj, hát az öregnek már nehogy adjuk meg a jogsit, nem hol, nem lát. De ő mondta, hogy már pedig ő mindent megtesz. És biztos hallgatóink is, akik hosszú távú kapcsolatban vannak, mert elsősorban arra gondolok itt, hogy tényleg nem egy pár éves kapcsolat alatt, de 10-15-20 éves házasságok alatt kialakulhat olyan kicsi titok, amit a te párod, a te feleséged, életed szerelme nem tud, és te rendszeresen űzöd, és okoz egyfajta lelki kielégülést, hogy te azt csinálod, hogy nem kapnak rajta, hogy nem tud róla, és az csak te és az adott dolog között létezik úgy, hogy az a ti kettőtök titka. És életed szerelme, a feleséged, akivel leéltél egy életet, vagy hosszú ide, vagy párkapcsolatban, nem tudja, hogy te minden szerdán este 6 és 4 hét között. Vagy, és most nem nőgyekre, meg megcsalásra, meg nem tudom, Éva panzióra, a Rákos keresztúra gondolom. Éva panzió? A Rákos keresztúri Éva panzióba Éva játsz mindenkedben. Éva panzió szoba. Félszuterén szobában döngölsz egy 18 éves kis csaj, tehát nem erre gondolok, hanem az apró kicsi hétköznapi titkokra, amit nem tudsz, nem akarsz elmondani, vagy úgy érzed, hogy ez csak a tiéd. És a párod, a feleséged, a férjed, mert szerintem a csajoknak is van ilyen. Ha tudná, valószínűleg nem engedni, beleszólna, kotnyeleskedne, és ez valahogy jó azt magadnak megőrizni. Ugye? Hát szerintem mindenkinek van ilyen. Erről jutott eszembe, hogy bármilyen között a titokban vezet. Hát az ő titka, most lebukott, ez ugye jó. Kiderült, de hosszú-hosszú évekig már azt hitte az ő párja, hogy nem, a kocsi le van tudva. És egyszer jött haza, és próbált beállni a garázsba, mekkora bukta, és próbálsz kiállni a garázsból, vagy beállni a garázsba. Anya, nem úgy volt. Tehát ez mindenkinek lehet ilyen titka. Gondolom azon, hogy a pornónézés nem tartozik ide, Jani, légy na most ezeket gyorsan pipáljuk ki, tehát ezen menjünk át. Mert meg ugye... erről tud. Jaj, igen. Ugye azért nem mondod el, miért nem mondod el? Mert nem engedni, mert féltene, mert megfúrná a dolgot, mert elégedetlenkedne, mert morogna, mert beleszólna, vagy azt, hogy mennyi pénzt viszel, vagy ne erre költsük, vagy adjuk a gyerekeknek, adjuk az unokáknak. De akkor nem őszinte a kapcsolatunk. Dehogy nem, akkor válik igazán őszintén. Miért szerinted megsértődne? Ha kiderülne, hogy mit tudom én, érted, fönt a izébe, itt tudom én, a lift tetején, vagy lent a mit tudom én, a közös helyiségben, vagy a kukatárolóban te mondjuk busóállarcokat faragsz este 10 után, miután lefeküdt mindenki aludni. Szerintem egy kicsit, igen. Ha ezt a kukatárolóban csinálnám, megsértődne. De most nem arra gondolok, tehát én annyian egyszerű dolgokra, hogy van a feleségnek egy macskája, és minden vasárnap délután fél hatkor te belerúgsz. A feleségem nem tudja, hogy hosszú ideje rohadtul utálom a kutyáját. Ezért, amikor ő nem látja, akkor a klumpámból egy kicsit mindig aláteszek. Szegény kutya már nem annyira érzi, már kicsit süket, 16 éve van velünk. Ugyanazom azt a szenvedéllyel, amivel Gyuri bácsi vezet. Gyűlölöm azt a rohadt kutyát. Imádom a feleségemet, de nem tudja, hogy megörülök az aranyhalaitól, ezért minden évben szisztematikusan hármat megölök. Érted? Most csak próbálok benneteket... Ez cuki. Sokáig kerestem a szót, de ez tényleg cuki. Megölni a halait. Olyan apró titkokra gondolom, hogy tényleg nem arra, hogy mit felpróbálod a fehér neműjét, amikor nincs otthon, és illegeted magad a tükör előtt, tehát nem ilyenekre gondolok, hanem kicsi, apró, hétköznapi titkokra. Két hetente beleöntesz egy deci domestost az akváriumba, és együtt síratod vele, aztán álságosan a vitorlással akad. Tényleg ez arany. Titokban eltünteted a cuccait. Titokban csokizol a spejzba, és évek óta... És a patkányokra fogod a kupacon. Én a nutellát a gyerekekre fogtam mindig. Na, erre gondolom, hogy lefekszik a párod, és elmész valamit úgy enni, és 16 éve zabálod úgy a nutellát, titokban egy kanállal, hogy ő nem érti, hogy miért, hogy el... De te tudod, csak neked az jól esik. Mindig nagyon árulkodó. A barna foly. Tudjátok, hány ilyen titok van? Szemmeggyőződésem, hogy tele vagyunk, a kapcsolataink tele vannak kis titkokkal, és itt most tényleg nem nagy dologra gondolok. És az jó, az kell. Tavaly én fél évet nyomtam úgy végig, hogy ész egy új nyinyalatot. Csak a nutellából, és mindig a srácokra fogtam. Undorító, de az újjadra ráadásul? Hát persze, én mit gondolom, mivel? Az én nutellám, meg a család. Most mi baj, megmostam előtte a kezem. Így újjal. És rákented a gyerekekre? Az ügyes újjaddól, amit sok mindenre használsz, vagy a sutával? Nem volt, ez az ujjam, ez a nutellás ujjam, ezt csak arra használom. Nem, hanem tök mindegy, nem? Nutella, az nagy csábítás. Általában a magyarokrém az nagy csábítás.
Igazságod van, így hívják. Igen. És akkor simán a gyerekeket ott kenni. Dugívás. Nem mondjátok, hogy nincs olyan hallgatónk, aki dugiban iszik, mert a felesége félti, vagy kicsit már kezd alkeszt lenni, és ezért a felesége eldugta az összes üveget. Én tudom, hogy lesznek ilyen SMS-ek. De hülye, amellett, hogy makonya részegen hazamész, meg kicsit titokban, mikor a feleséged lefeküdt, egy picit a konyakot, egy kicsit sütcs, picit berántaszod a konyh mögé egy kortyot, és érted, bekapsz egy kis petrezselymet. Este megriadsz, és akkor így, amikor kérdez, hogy hova mész, akkor így eljátsz, hogy nem tudom, szerintem túl sok, mindjárt jövök ki, mindenki viccel. Így, és aztán később visszajössz, és így, fényhinyugodt, és semmi gond nincs, én kicsi szívem még mindig nagyon szeretlik. De nem, a titokban ivás az nem arról szól, hogy összehányva talál magadra, vagy rád a feleséged, mert benyomta három fényt, beherovkád, érted? A titokban ivás például arról szólhat egy hosszú ideje tartó házasságban, hogy amikor a feleséged lefekszik, vagy amikor a feleséged elmegy vécére, vagy elmegy fürdeni, onnan megy, és kicsit bedosz, kicsit jobb a kedved, megrázod magad, kiöblíted a szád, és kész, és nem jön rá. Fú, ez alkoholizmus, ezt úgy hívják, azt tudom. Igen, de ez egy kicsit titok, ami csak tiéd, és a konyaké vagy. Sajna a kettő kulitel arra riadt fel a Viki, hogy valaki azt üvölti kint a konyába, hogy hey, zöspeletes kicsi házka! Hol volt egyet csöpisírni? Nem kezdek el vitatkozni a híradóval. Nagyon gyerekgitár játszani. Az egy festmény a falon, Balázs, ez nem a tévé. Például a Viki titokban iszta meg az X-edik kávéját mindig, és próbálja előttem letagadni. Aha, és hogy, ha tudnád, hogy nem is kávé, de minden. Nem, tudom, hogy én tudom, azt mondom, ígyom kettőt. Igen, persze, és tesz bele egy kis konyakot is. Igen, érdekes, hogy mindenki egyébként zugiba ott állt. Te zugiba vagy. Tehát a harmadik kávét ő még megissza, de már tudja, hogy én azért leszúrom, hogy ne kávézzon ennyit, hatkor már ne igyon kávét. És akkor sokszor van úgy, hogy ő mint egy kicsit később jön haza, megáll valahol. Mit iszol? Bödökul, persze. Ikávé. Látom, kitágult pupillákkal jön. Ikávé. Nem, ő letagadja. Tehát nálunk van egy ilyen kollektív hazugság. Én is tudom, hogy megitta. Ő is tudja, hogy én tudom, hogy ő megitta, és akkor nem ittam, meg nem, tehát nem, mi van? Mondja, és lerántja a szájgot az asztalra. És annyira kész van a koffentől, cserebogár pózba pörög a konyhakőben. És a következő mozdulat, hogy lefejli a kenyérsütőgépet az asztalra. Édesem, megmondtam, hogy az ötödik kávédat ne idd meg este fénynyackor, mert mindig lefejled a forró kenyérsütőt. Ne, onnan látom, hogy beleég a pirítós a homlokába, látom, megint brokkolis pirítós volt. Na, te mit csinálsz titokban? Én tudom, hogy ez a téma működik, én na, még nem ültetek föl a vonatra, de én higgyétek el, hogy hiszek benne. Igen? Mi közösen a Péterrel nem találunk egy kis szobrocskát. Eltűnt egy szobor a lakásba. Egy Úristen, ez nagyon Péter beteg, nem erre gondoltam. Drucker, és kapott egy gyönyörű porcelán szobrot. Ez a közös titkotok, idején. Hogy nem találtok? Nem közös, találjuk. Ez az Annáé. Ja, Anna most jó, Balidenője vagy. Balidenője vagy. Balidenője vagy. Olyan szép, egy újpest focista, amit lendül a lába és rúgja a labdát. Jaj, de szép volt. Nem találjuk közösen. És közösen, és mindig te is keresed odaadóan, és mész, oda, és hol lehet ez a szobor. Lehet, hova pakoltuk, te hova ennyi pakoltuk. Ennyi házasság után eljátszod a férjednek, hogy te... Ez egy hullóházi porcelán volt, egy csoda, és hát ez egy eredje. Hát ez hol lehet, hol lehet? Anna, nem láttad a szobrot? Melyiket? Ugyan... Amin a töröcsi kikér még egy fröccsöt. Igen, ez az. Igen. És végleg nem találjátok, ha érted, mire gondolok, vagy te még egyszer van esély arra, hogy megtaláld? Még rá esély, hogy megtaláljuk, de nagyon-nagyon messze van mélyen. Tehát biztos valahol. Nem tört el. Nem. És a feje se tört rá, a labda se tört. Nem találjuk. Na, ez is egy kicsit titok, a közös szoborkeresés. Miközben azért szent meggyőződésünk, ugye, hogy valaki a párból tudja, hogy hol az a nagyon szép porcelán szobor. Lila sortnadrágja van. Én megértem, hogy ezt nem találjátok. Nem találjuk. Nem. Meg én abba szoktam még egy kicsit így turpiskodni, hogy Péter még mondja, hogy lefeküdtél aludni délután, ha volt rá időd? Volt rá időd, tudom, hogy volt rá. Aludtam. Ja, hogy az a délutáni alvást be kell hazudni egy picit, hát igen? Hát egy picit be kell, mert milyen aranyos? Fáradt vagy, korán kezd, aludtál? Igen, aludtam, de nem aludtam, hanem különféle dolgokat tettem olyankor délután.
Na, például titokban alvás, ugyanez. Titokban cigarettázás. Szent meggyőződésem, hogy rengetegen bagóznak úgy, hogy a párjuk nem tudja. Biztos vagyok benne. Gyorsan beleszívok egyet, kimegy, fönt van, kettős luk, elnyomom, bekapok egy rágot. Olyan helyen voltam, átvette a ruhámat szagát. Hidd el, hogy nagyon sokan csinálják, ottól már balhé van belőle, a pasi unja, elege van, a csaja folyamatosan, a feleség állandóan cseszteti. Kettőt szív gyorsan kinn a kerbe, elnyomja, bekap egy rágot és bemegy. A kocsihoz valamit ott hagytam. Neked volt ilyen? Neked nem kellett dohányozni, volt? Egyszer volt egy régebbi párom, nem nagyon szerette a dohányzást, és akkor én mondtam, hogy jó, akkor megpróbálok leszokni, hát nem sikerült akkor még, és a panelházban laktunk, aztán második emeleten, és le kellett járni, hát nem vittem. Olyan sűrű, sose vitte le a szemetet senki. Persze, igen. De csak egy joghurtos dobozol, ne. Leviszem, nem baj, leviszem, itt nem fog műzelegni. Jaj, a kocsiba. És gyorsan akkor két szár, és akkor két luk, igen, és rágó. Aha. És mindig rossz volt a lift, mert nagyon sokára jött. Persze, és két sluk gyorsan azt elnyomod, gyorsan rágót bekapod, már akkor tartottam lent a kocsiban rágót, és vizet is, hogy ki tudjam mosni a számat, de hát nyilván észreveszi. Hát egy szájra puszinál. Igen. És mindig igen. Nem lehet elnyomni azt, hogy szájpenészed van. Most nem csókolózom. Én titokban mobilozom például nagyon sokat. Tehát én a budi rengeteget mobilozom. És nálunk az a... Mami... Micsoda? P-mobilt hallott? Szeretem a P-mobilt. Nálam mindig két forint. Ez a dag. És mit mondasz, hogy szorulásod van, azért ülsz annyit bent? Hát tudja a Viki, hogy te azért ülsz bent, nem lenne baj, csak a gyerek mindig rám tépi az ajtót. Én meg ott vagyok, én nagyon kiszolgáltatott pozom mobiltelefonnal a kezemben. Mondom, léci, legalább ezt hagyjátok meg nekem. Olyan nem volt még, hogy reflexzelő hátra nyúltál vele. Jaj, megint rossz kezemben indítottam el a folyamatot. Nem, az nekem egy ilyen titkos szeáz, de nem annyira titkos, mert általában a gyerek lebuktat. Tehát bejön, ugye, mert nem bír ki. Nélkül, hogy labdázok, amit csináljunk, és ott ülök nyomorultul letolt gatyával, mobillal a kezembe, és éppen olvasom az e-mailjét. Ilyenkor legjobb az, amikor rácsörög, és nem vagy elnémítva. És megszólal bent a WC-ben nálad. Ugye nincs nálad a telefon. Ugye nem valóz a... Nem. Akkor mi ez a hang? Megkapogom. Nem, ennyire még nem durva a dolog, hogy kamu hívjon, én meg ott vagyok a WC-ben. De például én szeretek oda elvonulni. Tehát akkor ott meg tudom nézni az e-maileket, kicsit lehet ott. Nem is biztos, hogy történik valami a budin, csak jó, egy kicsit tudod, oda beülök, és akkor ott a sötét budin tudok egy kicsit internetezni. Szóval higgyetek el, hogy minden kapcsolatban vannak ilyenek. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Azok is érdekelnek bennünket, akik 20-30-40 éve házasságban vannak, vagy ha friss kapcsolatotokban titkoltok valamit, tessék bevallani. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Azt a mindenit. 3:49, ez pontosan 4 perc múlva. Milyen szép neve van. Oblisicsi, Csutyi, Mutyi, Putyi, Aloa Vera. Ez a gyerek, ez a Vera, hogy énekel ez a Aloa Vera? Itt vagyunk, ez a hávai magyar kislány, Aloa Vera. Aloa Vera, gyere ide, Veracska. Egy ilyen hangot. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy a hírek előtt egy nagyon helyes történetet találtunk. Bálint gazda 97 évesen trükkel vezet autót, amikor az ő párja, élete szerelme, aki egyébként 27 évvel fiatalabb nála nem látja, elköti az autót és titokban egy kicsit vezet, lebukott, és a párja szeretné megakadályozni, hogy újra jogosítványt szerezhessen magának, sőt, mi többi odáig ment, hogy azt mondja, hogy hát bemoszarolja majd a dokirál, és megpróbálja elmeszelni az elvizsgálaton, hogy ne kapja meg a jogsit. Mert hogy talán már nem biztos, hogy jó, hogy az ember 97 évesen vezet. Félti a párját, igen, a történet nagyon helyes, és mi ugye nem arról kezdünk most beszélgetni, hogy mit lehet és mit nem lehet ennyi idősen, mert ha az ember olyan állapotban miért nem vezethetne, hanem arról, hogy egy idő után szerintünk minden kapcsolatban eljön az a pont, amikor titokban valamit az ember úgy csinál, hogy a párja nem tud róla. Megjelennek ezek a kicsi, nem nagy horderejű titkok, titkocskák, de mégiscsak a saját lelki békéd miatt valamilyen elhagatott dolgot úgy teszel meg, hogy egyszer jobb érzés nem elmondani, jobb érzés titokban csinálni, sőt, annak a dolognak még akár jobb íze van, ha az idődet töltöd valamivel, akkor meg egyszer jobban esik. Úgyhogy a házártos férjed, feleséged, aki morogna, beleszólna, nem tud róla. Kell, minden kapcsolatban kell egy ilyen holtsáv, amit nem pásztáznak a figyelő szemek, a kamerák. Nem lehet picit, hogy a másik oldalt nézve egyébként ezekről a stiklikről mindenki tud a másik fél. Olyan is van. Szerintem olyan is van. Mert tudod, hogy a piát nem érzed a párodon, a cigit, a dugi cigit. Nem lehet nem érezni egy nem dohányzó. Hát dehogy nem. De biztos, hogy van olyan. És persze. Jó van, csináljad, mindegy, ez legyen a legnagyobb örömből az életben. Itt vagyok még egy sárkánynak.
Igen. Abszolút. Amikor elmegyek vásárolni, tudom, hogy a párom bevágja az ikreket a kisávba, és elbarikádozza őket, hogy ne mászkáljanak. A nagy 3 éves meg leköti mesével, hogy nyugodtan laptopozhasson. Még csak kárhoztatni sem tudom, ismerve a gyerekeinket, puszi. Nekem sokak számára bizarr szokásom van, ami a férjemet is kikészíti. Imádom a nyers hús. Mindig titokban kell csipegetnem, és szörnyű, amikor lebukom. Enikő küldte nekünk. A lépcsőházban lakik egy papi és egy mami. A papi minden délután bicikli gumit szerel lent a garázson, mert állandóan kiukad. Persze a garázsban piál titokban. Egyszer kicsit túllött a célom, mert úgy kellett felvinni, nem bírt megállni a lábát. Két naponta egy defekt. Az én titkom, mikor nincs itthon a férjem, a kutya feljöhet a kanapéra, sőt, ha éjszakás, akkor együtt is alszunk a hálóban, az ágyunkban, titokban. Na ugye? Na hát erről beszélek. Mondjuk utána a kutya szőrt azért könnyen megtalálja az ember. Faterra a kamrába rejtette a befőttek közé a pálaszt, ott zugivott. Aztán egy levegővel rohant át a nappalin az udvarra, ahol a műhelyben bevett egy negrót. Persze anyám úgy csinált, mintha nem tudná, Laci küldte nekünk. A kereskedelemben dolgozom, van egy pasi, aki minden nap több sört és felest elfogyasztott, átkerültem egy másik boltba, ahol a felesége jár be, és elmesélte, hogy az ő férje milyen jó ember, csak ritkán iszik, mert szívbeteg. Én már csak pislogtam nagyokat, mert tudtam az igazságot. De milyen nő az, aki nem veszi észre a férjén, hogy ittas minden áldott este. Ez aztán az ugivás. Puszi. Mi ez? Mama, tudod, a szívgyógyszerre. Igen. Hogy inni iszik. Nekem az anyósom iszik dugiban a spájzból, mindig tudom, mikor iszik, csak akkor van jó kedve. A pálinka a favorit, és azt hiszi, hogy nem veszük észre az aposommal. Ilyenkor nagyon melege van. Én általában a férjemet szoktam kukkolni a WC-n, miközben mobilozik. Néha gyereket is beküldöm, hogy ő buktassa le, amiért nem vallja be. Ezt Viki küldte nekünk. Este a férjem az emeleten nézi a tévét, én lent a nappaliban nézem a tévét, és nem szereti, ha a nappaliban eszem, ezért felhangosítom a tévét, hogy ő ne hallja, és úgy eszem a fagyit. Dóri küldte nekünk. Én vagy egy órát fürdök, de közben alszom a vízben. A férjem mindig beszól a fürdőbe, hogy ugye nem aludtál el. Erre azt válaszolom, hogy nem, dehogy nem, ott szúnyókálok a kádban. Ha van egy hallgatónk is a vonalban, halló, jó reggelt! Sziasztok, Csilla vagyok. Szia. Hello, na, te csinálsz valamit titokban, vagy valakid? Nem, nekem egy régebbi sztori, a nagyapám volt az, aki hát 45 év után a család is még a nagyim nyomására is, ugye a nagyim is dohányzott, de ő állítólag leszokni kényszerült, és hát nem tudom, hónapokig lejárt stikába babúzni a szuterénbe, le a pincébe, a kazán mellé. És hát egyszer, amikor lent a rituáléját végezte, nyílt az ajtó, és belépett nagyanyám, mire a nagyapám ijesztében elnyomta a cigit, és bebújt a lomb mögé. Ez milyen, mikor 30 év házasság után bujkálsz a feleséget. De annyira tüki. De ez tök jó volt, mert anyám is a kávéjával ment le és rágyújtott. Ja, hogy ő is tikába ment oda dohányozni? Na ez a kemény. Igen, és hát nagyobb ezt így látta, először megdöbbent, majd utána előjött a lomb mögül, és odaállt mellé szó nélkül rágyújtani, és te halálnyugodtak. Hát jó. Rágyújtott, szó nélkül elszívták a cigit, egy szót nem szóltak állítólag egymáshoz, és ez volt az utolsó mind a kettőjüknek. És ott letették. Zseniális. De helyesek egyébként. Ebben ez a kemény, és ezért jó az a tém, hogy 20-30 év után bujkálsz. Miért? Elbújsz, mert jön a feleséged, és bujkálsz a lomok mögött, hogy ne találjon meg. Köszi, igen, hogy elmondtad. Ciao. Hello, hello. Péntekenként valójában hamarabb végzek, de kiugrom 2 órát pergetni. A botot csütörtök este csempészem ki a kocsiba. Ma is péntek van, írja nekünk a hallgató. Ugye ez is milyen szép. Kicsit hamarabb végzed, de elmész 2 órát gyorsan. Pergetés. De mit szólna az asszony, ha azt mondja, hogy figyelj, nem akarod hallgatni, morog, miért nem jössz haza, miért nem vagyunk együtt. Hát ha 100-szor valaki morog valamiért, akkor 100-szer elmész titokba. Ha az asszony nem szólna semmit, és aztán figyelj, mennyi érez jól magad, akkor nem kéne titkolni. Tehát valamiért titkolnod kell, tehát abban bele vagy kényszerítve. Istenem, megint pergettél. Megint kimentél pergetni. Most el kell mennünk valami szakért, hogy beszélünk jelen egy családterapeutával, mindig pergetsz. Igen. Itt van velünk Bori. Hello, Bori, jó reggelt. Sziasztok. Hello, mit csináltál, Bori, vagy mit csinálsz? Hát tegnap volt, illetve tegnap kezdődött ez a glamour napos akció szerte az országban, és én ezt nem vallottam be a férjemnek, de tegnapra Szabit vettem ki, és kezdtem egy laza manikűr pedikűrrel, majd az egész napot vásárolgatással folytattam, és aztán még máig se tudja, úgyhogy ha most éppen most megy munkába és titeket hallgat, akkor valószínűleg most jön rá, hogy mi történt tegnap, hogy nekem mi volt a programom, és mi egész nap nem mi volt a férjed, vagy nem kellett elmondani, hogy hol vagy? Hát mert
egyszer felhívott, akkor éppen mondtam, hogy most így kijöttem, kint vagyok, de nem mentem bele részletekbe, mondtam, hogy le is teszem. És egész nap vásároltál. Aha, az szép. Igen, azt nem tudta, igen, és akkor hazaérve este, ugye mondtam, hogy mennyire elfáradtam, milyen nehéz napom volt, és még egy picit össze is kaptunk ennek okán, hogy én mennyire fáradt vagyok. Te hazudj! Ó, tehát egy egész napos manikűr, pedikűr vásárlás után még otthon hoztad az áldozatot, hogy te milyen fáradt vagy? Hát igen, hogy ne legyen gyanús. Aha. Túl kipihent, túl feldobott. Hát gyönyörű. Túlzottan is fel vagyok, dobva ne legyen felszínű ezért. És mi lett volna, ha tudja? Tehát ha elmondod, hogy te ma nem mész be, hanem egész nap vásárolsz, morgott volna? Nem morgott volna, csak... De így jobb volt. Neki vannak drága hobbiai, meg szeret költekezni, és akkor na, ugye, amikor azt megbeszéljük, hogy azon fogjunk vissza, akkor nem olyan jól mutat, hogyha én egész nap vásárolgatom. Ja, hát te meg közben nem mész vásárolni. Aha, értem. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Puszi, hello. Szia. Én sportkulacsba teszem a vodka narancsot. Egyszer véletlenül elvitte a gyerek edzésre a kulacsot. Úgy rohantam utána, hogy hozza vissza, és cseréljen. Kulacska, ne így áll bele, ne így áll bele. Azt, hogy nekem egy nagy titkom van, ez pedig a füvezés. Esténként, ha elaludt a párom, mindig elszívtam egyet, régebben írja egy hallgató. Sosem fogy el az a drága fehérjepor abból a dobozból, amiből naponta háromszor iszom. Titokban mindig feltöltöm, elkerülve a balhét, hogy ezt a pénzt más is tudnánk költeni. Itt van egy nagyon durva SMS. Én a családdal együtt 10 percig szoktam keresni a gyerek táblacsokiját, amit előtte egy órával ettem meg. Igazi rohadék vagy. Kicsim, hova raktad? Nem lehet, hogy hát ne csinálj. Biztos ne nem vigyelsz el. Mutasd a szád szélét. Ott hagytuk az üzletben. Igen, nagyon, nagyon jó. Azt mondja, hogy... Ezt már beolvastam. Múltkor WC-n voltam, újság és mobil nélkül 267 csempe van ide. Egy hallgató arra, hogy megszámolta? Igen, valamit csinálni kellett. Igen. Nekem a párom mindig titokban cigizik, mert tudja, hogy utálom, de én mindig tudom, hogy mikor cigizik, mert érzem rajta. Aztán persze ezzel szembesítem nyilván, akkor pedig mindig letagadja. A szomszédasszonyom is tikában bagózik, mindig lemegy a pincébe tenni a tűzre. Majd domestosszal most kezett, ki szájvizes öblítés, és kész van. Mi lesz, ha nem lesz már fűtés szezon? Megnézem, hogy lekapcsoltam-e a kazán. Forrajazat és lejársz, hogy felraktuk a napelemeket a tető. Na igen, én szeretek akilás közben bulvárt olvasni és keresztrejtvényt fejteni, de a férjem még azt is kizárja a tudatából, hogy én egyáltalán kakilok. Így a kitöltött keresztrejtvény számára rejtély, mindig a család más tagjára kell fognia. Jaj. Írja ezt nekünk egy női hallgatónk, Orsi küldte. Az egyik barátom felesége a kéménybe rakta a pálinkát, de ott is megtalálta, hogy a felesége ne vegye észre, vizet öntött az üvegbe helyette. Dundesz küldte nekünk, ezt nem teljesen értem. Tehát eldugod a kéménybe a pálesz, és onnan iszol? Onnan ivatalosul. És visszatöltöd vízzel. Aha. De miért kell visszatölteni vízzel? Ne lássák, hogy fogy. Ja, és utána azt újra megiszod a vízezett pálinkát? Ez igen, ez hülyén hangzik. Ja, azért azt magadat vered át, ha visszatöltöd vízzel. Áó, nem jó. Igen. Vagy valaki másra fogod, mert nem is emlékszel már rá. Annyira be vagy nyomva. Valaki visszezi a pálinkámat. Igen, nagyszüleim majdnem megértek a 60. házassági évfordulót, nagyon aranyosak voltak. Mamám eldugta a pap elől a narancsokat és a lekvárokat, amiket később megrohadva találtunk, mert szegény mindig elfelejtette, hogy hova dugta. Papa néha kiszökött, vett egy csomag mazsolás csokis drazét, és bosszúból egy az egybe benyomta az egészet. Hát, de kemény volt az ereg. Mazsolás drazé. Hányan csinálnak különböző dolgokat titokban, de nagyon jó kis SMS-ek. Nagyon jó kis SMS-ek jöttek. Na jól van. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 160 karakterig küldjük. De, többször gondoltunk rá, és beszéltünk erről, Jani, hát amikor csak mindig átnézzük a szerződését, és túl nagy a ködbér. Igen, rohadt nagy a ködbér, amit beleírtunk. Sajnos, Macsi nem vállalta, mert ugyanazt a lóvét kapná, amit én. És azért nem mozdul, mi? Na, azt mondja, hogy... Feri volt már a szombat estében? Kérdezi egy hallgatóm. Hát a forgatáson már igen, de adásban még nem. Szólni fogunk, hogy mikor van. Holnap a Göncit búcsúztatjuk. De hát a búcsúztatás az nem túl akkor kifejező. Akkor már tudtátok, hogy búcsúzik? Nem. De ennek ellenére nem kivéltük. Ennek így lett most pikantéria, hogy holnap látható utoljára Gönci ugye az RTL-en, mert utána búcsúzik. Hát... Nem ment haza szó nélkül. Aha. Kapott Gábor. De jól érezte magát egyébként. Jól érezte magát. Hát nem felé csértettem.
De mindenre nagyon lelkesen tapsolt. Mindennek örül. Örült, mi? Elképesztően szórakoztatott. Tehát, hogy mindenek örül, mindig feláll a tapsol, fülig ér a szája, minden tetszik neki. Óriási volt. Tényleg szórakoztató volt. Showman volt, igen, szerettük Gábor holnap látható utoljára a Gyertekádban. A Gyertekádban is, és az RTL-en is, mert hát a jelek szerint ugye hát ő most már megy át a TV2-hoz, bár nem teszi képernyőre, hogy hallottam. Pedig úgy volt, hogy áprilisban debütál. De nem kezd, csak májusban. Ez érdekes. Kicsi Szabi még. És azt olvasom, hogy Szalai Vivien azt nyilatkozta, hogy azért, mert meg kell tanulnia az élőadást lebonyolítani. De hát azért, ezt csinálta elég hosszú ideig a másik a műsorban is. Meg be kell járni a tények szerkesztőségét. Az mondjuk rendben van, de hát azért az élőadás... Egy hónapig, hát az egy hónapig, igen. Balázs, miért adtad el az Audit, hülye vagy? Köszönöm a kérdést. Most már ő is tudja, hogy igen. Jó, nagyon jó a kérdés. El akarom hagyni a feleségem, hogy tegyem emlékezetessé. Maradj vele sokáig. Akkor emlékezetessé tudod tenni a dolgot. A műsorból hány százalék a spontaneitás, és hány százalékon előre megírva kérdezi egy hallgató? Ez egy jó kérdés. Egyébként... mit mondjak erről? Hát amit akarsz. Amit akarok, az őszintén. Nyilván megvan, nem írva nincs, íróink nincsenek. Tehát mi írókkal nem dolgozunk, próbáltuk, de az egyszer nem működött. Tehát amikor a szánkba adta különböző megír dolgokat, abban nem vagyunk jók se, úgyhogy előadjuk se, úgyhogy eladjuk úgy, hogy mi azt improvizáljuk. Tehát a műsor az improvizációra épül, de nyilván a fő menete és a témák azok már előző nap ki vannak találva. Tehát mindig van a műsornak egy váza, egy gerinc, egy mivel foglalkozunk 8 és 9 után, vagy 8 óra után, 7 óra után, de ez aztán változhat, ha történik valami. Tehát maga a téma az, ami adott. Illetve a megszólaló, ha valakit hívunk, a szakértő, a jogász, az orvos, a nógrádi bárki, ők ugye az adottak a műsorban, de aztán minden más az abszolút improvizáció. És hát a... nem is mi vagy, nem is tudnánk megcsinálni. Volt olyan. Igen, meg dolgoznak stábuk írókkal. Vannak ilyenek. Akik megiratják, tehát tudom, hogy a Happy-ék, mit tudom én, mint a napi hatos. És akkor előre megírt poénokat olvasnak föl. Ami van, akinek egyébként jól áll, és van, aki ezt nagyon szereti, van ez a fajta reggeli rádiózás, hogy előre megírok mindent, Harsányék is dolgoztak így gegmenekkel, és akkor ott ezeket előadom viccesen, napi vicc megírva, napi hatos megírva, ez az. Hát nekünk voltak ilyen rovat próbálkozásaink, és rájöttük, hogy rettenetesen rosszak nem vagyunk benne, és nem vicces, és nem jó. Tehát mi nem hagyatkozunk másokra. Spontán séróból jövő dolgok sokkal jobbak, sokkal szórakoztatóbbak, sokkal őszintébbek. Igen. Ez egyébként abszolút így van. Meg de... kicsi a büdzsé, nem tudunk megfizetni egy normális író. Azt mondja, hogy a Walking Dead évadzáró részéről mi a vélemény, Jani, láttad-e már? Nem néztem még meg. Miért? Mert négyesével nézem általában, vagy hármasával a Walking Dead-eket, és most ezen a hétvégén lesz a napja. Már előre tartok tőle, mert azért eljutottak hozzám információk vele kapcsolatban. Nem olyan, amilyennek lenne a vége. Nem állítólag, de hát nem tudom, mert mindenki úgy gondolkodik, mindenki van saját személyes ízlése a dolga kapcsolatban, meg véleménye, úgyhogy ettől függetlenül biztos vannak, akiknek tetszett. Kicsit tartok tőle. Most lesz hétvégén? Most pénteken? Nem, már leadták, nem. Nem úgy, hogy megnézette. Ja, most igen. De kicsit rettegek tőle. Ez szerintem nem olyan már rég a sorozat, mint amelynek kellene lennie. Engem már nem pörget be annyira sajnos, pedig mindig adok neki újabb és újabb esélyt. Rohadtul untam a harmadik évadot, és annyira unalmas. Nachos jó lesz. Három részen keresztül nem tették semmit, csak vonultak, ott vándoroltak, nagyon leült szerintem, nagyon leült. Jani, nem tervezett, hogy megszed a jogosítványt? Mi lesz, ha egyszer kényszerből a volán mögé kell ülni? Nem, ez nem azért van, amiért kérdezed, hogy mert törpe vagyok. Nem azért, hanem mert nem érem el a pedálok. Igen, tudjátok már. Igen. Hát vannak kis autóban. Nagyon jó működő művégtagok, és ezekkel természetesen is meg tudnám oldani. Nem, engem ez a dolog egyáltalán nem érdekel. És mindig furának tartottam azt, vagy furának tartom, amikor valaki azt gondolja, hogy ez a nem tudom, férfiasság ne továbbja, vagy a révbeérés, vagy a felnőtté válásnak egy nagy mérföldkő, hogy az embernek lesz jogosítani, vagy sem. Tehát Brahiból bármikor elmehetnék és megcsinálhatnám, de nem, nincs rá szükségem, nem érdekel a vezetés. A családon belül van egy jogosítvány, a nejemé, ő meglehetősen jól vezet, én azt gondolom. De ez bizonyítja az is, hogy mondjuk 20 éve, vagy van 25 éve, amit van jogosítványa, még egyetlen koccanásunk sem volt, és azért eljutottunk az ország. Úgyhogy elég a családom belül egy jogosítvány. Hát aztán lehet, hogy úgy alakul majd egyszer, hogy te azt megcsinálod, nem? Hogy soha nem lesz úgy? Hát! Nem tud egy olyan élethelyzet lenni?
Ki tudja az ilyet, hogy... Ki tudja, mit az üzenet. Nekünk legyen ez küldetés. Ha motiválnak egy jó autóval. Jó, persze. Ha megkapod hozzá az új S-kupét, akkor azért megtanulsz vezetni, érted? Vagy egy tudatosabb járgány. Mint egy Brabus Gamer-cit kapsz, érted? 55-ös AMG-t, érted? De azért csak megcsinálod azt a rohadt jogsit, nem? Sokat várnak az új Teslák, Tony. Van az a pénz, amit te megtanulsz vezetni, igen. Bali, elmész Alindához, kérdezi egy hallgató. Menj! Hova? Haza? Menj! Alindához? Menj, igen. Miért? Alinda nagyon jó. Igen? Nagyon jó. Végre egy olyan riporterrel beszélgethetnél, aki nem csak kipipálni akar egy újabb nagy nevet, és nem csak azért ültet le, hogy eladja veled a műsoret, hanem mert tényleg kíváncsi rád. Ezt hát gondolom. Igen, én is nagyon kedvelem egyébként, meg nagyon jó riporternek tartom. Már felvettük egymással a kapcsolatot, még nem tudtunk beszélni, mert üldözzük egymást. Ne nyomd ki. Kedvelem. Bizonyos kritériumokkal nyilván elmennék hozzá szívesen, meg jól esik, hogy meghívott. A kérdés az, hogy a témaköröket illetően, tehát politikába én egész egyszerűen nem akarok belefolyni. Nem célom. Ugye ma már nagyon vékony az a kis mező, hogy még meddig közélet egy téma, és mikortól politika. Ugye? Tehát most mondják a vasárnapi népszavazás. Ugye? Tehát most az rólunk szól, közélet, de közben masszívan politika, nem tudod ez már azért úgy vagy úgy elválasztani. De ha politika mentesen lehet közéletről beszélni, akkor szerintem igen, annak nincs akadálya. Az RTL részéről legalábbis abszolút nincs. Tehát ők ebben nagyon jó fejek, meg nagyon lazák. Nincs, hogy az RTL-es csak az RTL-en. Hát, de hogy miért is kéne egy ilyen tudod, hogy az adott csatorna arca más csatornán ne bukanjon föl. De ebből a szempontból a Kolosi Péterik nagyon normálisan. Hát nem a TV2 végén, mert az Alinda nagyon jó. Nagyon jó. Meg nem a műsorokat csinál, meg nagyon jól kérdez. Nem a Borsból, meg a Storyból készül fel belőled, úgyhogy... Hát, az érdekes beszélgetés lenne az is. Igen. Jó, de ha megyek, akkor majd mondom, hogy voltam, meg elmesélem, hogy milyen volt. Na, jól van, menjünk tovább. Köszönjük a kérdéseket, nagyon sok jó drágák vagytok. De mennünk kell tovább, mert hogy nagyon sokan várják az utolsó EB kérdésünket, hogy elhangozzon, ugye, és nem akarjuk senkinek már itt húzogatni a bajszát, mert hogy párizsi EB döntőre lehet jegyet nyerni. Utazással, repülőjeggyel, szállással, és hát az EB döntő megnézésével. Ami azért gyönyörű kis csomag. Úgyhogy elmondjuk az utolsó kérdést. Ugye fontos, hogy csak azok játszhatnak, akik mind a négy elmúlt négy napon már elküldtek nekünk egy-egy jó választ. Tehát aki csak ma hallja, az ne is költsön, mert nem, a játék most nem illet kitalálva. Hogy szól a kérdés, Jánosvá? Mi volt a felnőtt férfi labdarúgó válogatott legjobb eredménye az Európa-bajnokságok történetében? Most már nem hagytam támadási felületet, már azt is beléltem, hogy felnőtt férfi, nehogy valaki arra gondolja, hogy érteni junior és női. Tehát mi volt a felnőtt férfi labdarúgó válogatott, természetesen a magyar legjobb eredménye az Európa-bajnokságok történetében? Volt egy nagyon szép eredményünk. Erről többet nem. Ez volt magad. Na, ez tehát a kérdés, írjátok meg nekünk. Jó? SMS-em 0-7-645-0-0-0-0, mi pedig játszunk, már is itt van egy hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Laci, hello, jó reggel! Halló, sziasztok! Honnan hittem minket, László? Miskolcra, mit csinálsz arra felé? Szakáskodok. Micsoda lemondással tudtad ezt velünk közölni? Ja, hát nem, ez az életigellés, ami a hangodban van, ez kiverte a biztosítékot. Nehéz nap, vagy rossz kedved van, vagy sok a meló? Hát kicsit másnapos vagyok. Na, mi történt tegnap? Hát a Hunyadi Vásár volt. Hol? Hunyadi Vásár. És ott mi történik? Ez mi? Inni kell, ott kötelező? Ja, hát nem. Csak hát ott találkoztam ismerősökkel, aztán ezzel, azzal, régi színbarákkal, aztán így. És milyen volt ez a nagyon durva emlékezet kiesős? Nem tudom, hogy kerültem az a ruhában elalvós. Anyám ébreszt reggel, hogy megint ruhában aludták, kisfiam. Sátor, hogy olyan ébredtél föl, tehát olyan rossz nem lehet. Igen, vagy egy bodrogulaszi esküvőben ébredtél másnap reggel. Nem, így volt. Nem, csak úgy italoztál egy kicsit. Csak így italoztam, aztán... Mondom, nem bírom. De te korán kell kelni a szakács vagy, hát ott már korán hát merúba kell állni. Hánykor kezdtél? Nem pihentem ki magam, 6-kor. 6-kor, a betyáját, és mi lesz a menü? Hát azt még nem tudom. Ja. Ami sikerül. Ez úgy lett volna, hogy hát kevergetem, de még előttem se tiszta, hogy ez mi lesz. Valami lebbencsleves, lencsefőzelék, valami lesz belőle. Szalonahagy meg rumpli van, de senki nem fog ígézni, az boss. Finom, megkívántam. Jól van, mehetünk? Mehetünk fel. Melyik ízeltlábú állat terjeszti a Lyme-kort? Így szól az első kérdés.
Kullancs. Így van. Hogy van. Hát, hát ez. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Melyik sportág világbajnoka Liu Shaolin Sándor? Liu Shaolin? Mi lenne, ha nem ittál volna, azt képzeljük. Kézzel. Hogy hasítanám? Mi legyen a harmadik kérdés? Hú, nem tudom. Nehéz, nagyon. Igen, szoktuk mondani egyébként, hogyha biztos akarsz menni, akkor most megállsz, és akkor vannak nyereményei. Ah. Most mi a nyeremény eddig? Most egy baseball sapka és egy nyakbalkasztó Morning Show Class FM-es. És hogyha a harmadik is sikerült? Óra. Egy puszi. De, ahova kérdez. Egy puszi. De nyelves a fületbe. Ne, hát mi a harmadik óra? Legyen, aha, menjünk, próbáljuk meg úgy. Ez a beszéd, így szól a harmadik kérdés. Melyik ország fővörös a Caracas? Caracas? Várjam. Venezuela, ja. Így van, ki volt, aki segített. Tudtam én, egy csaj mondta hátulról, ne hülyeskedj már. Kolléganő. Hogy hívják? Dóra. Dóra, köszönöm meg Dórának, segített. Megköszönöm neked. Megvan az ajándékcsomag, küldjük neked. Jó, köszönöm szépen. Morning show sóra, baseball sapka, nyakba akasztó. No? Köszi, köszi. Mi köszönjük. Ciao. Hello. Sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Picit felélénkült, aztán ugyanazzal a lemondásra. Igen. Nagyon jó, megint beteg vagyok. Igen. Na jól van, drága hallgatók, tessék küldözgetni akkor a jó válaszokat, jó? Mi pedig nem sokára hívjuk a nyertest, megnézzük a telefonszámát, hogy látjuk-e az elmúlt öt napon, végigvesszük még egyszer a kérdéseket, gyorsan elmondja a válaszokat, és utána megnézzük, hogy el tud-e repülni a párizsi EB-ből. Döntőjére. Illetve pontosan ugye Franciaországban lesz, nem csak Párizsban, de az EB döntője Párizsban két lesz. Két személyes, ugye jó? Két személyes, tehát valakit vihet magával, így van, repülővel, szállással. Hármunk közül. Így van. Meg kell mondani a nevet. Na, jövünk ezzel mindjárt, jó? 3-4-10 lesz, pontosan 7 perc van. Hamarosan folytatódik. Reklám. És ott meredezett előttük a hatalmas cső. Micsoda? Országos csoki csőrócsó. Teszted ingyen a csoki csövet, és légy ellenállhatatlanul csoki barna. Chocolate Brown az igazi csoki cső. Hagyd, hogy idén is elsodorjon a tavasz legbarnítóbb hulláma. Országos csoki csőrócsó. A részleteket keresd a www.csokicső.hu oldalon. Kóstolj bele a kávé világába. Látogass el az Allé bevásárlóközpontba március 16-a és április 16-a között, és ismerd meg jobban a kávézás kultúrát. Bárzongorista és koncertek varázsolnak valódi kávéházi hangulatot. Barista bemutatók és szemináriumok várnak, és nem csak a kávékészítés hagyományaiba kaphatsz bepillantást, de számos kávé különlegességet is megkóstolhatsz. Nos, meghívhatunk egy kávéra. További részletek www.allé.hu. Allé. Élménysétány Újbudán. Miért válaszd a szamoskölyök gyerekcipőt? Mert fontos számodra gyermeked lábának egészséges fejlődése, és szeretnéd, ha egy divatos, kényelmes, valódi bőrből készült cipőben járna. Keresd a 2015-ben magyar termék nagydíjas szamoskölyök szupinált családot, mely egészségpénztárra elszámolható, valamint a Szamos Kft. További cipőit a www.szamoskft.hu oldalon és a Facebookon. Ne feledd, szamos cipőben jól jársz, jobban jársz! Odafigyel a táplálkozására, mozog is eleget, mégis vannak problémás területek. Nincs miért aggódni, szinte mindenkinek vannak. A hölgyeknél ilyen például a kar felső része, a comb külső és belső része, a has vagy akár a derék. Az e-shape-et pont ezekre a területekre fejlesztették ki. A helyi zsírbontásra, alakformálásra alkalmas készülék egyedülálló technológiája révén a legmélyebb szöveteket is képes elérni, és ott jótékony hatást kifejteni. Próbálja ki ön is. Otto e-shape 29.900 forintért, most ingyenes házhoz szállítással. Medivel, az ön egészsége a mi küldetésünk. www.medivel.hu. Tavaszi akció a Mitsubishi-nél. Mitsubishi Lancer modellek újra 3.990.000 forinttól. 5 év vagy 100.000 kilométer gyári garanciával. Részletek www.mitsubishi.hu. Exclusive Change. Sziasztok, Erdély Zsolt vagyok. Én már jól döntöttem. Szeretnél te is jó döntést hozni? Akkor választ a több mint 25 éves Exclusive Change valutaváltó irodáit. Exclusive Change. www.exclusive.hu. Kóstolj bele a kávé világába. Látogass el az Allé bevásárlóközpontba március 16-a és április 16-a között, és ismerd meg jobban a kávézás kultúráját. Bárzongorista és koncertek varázsolnak valódi kávéházi hangulatot. Barista bemutatók és szemináriumok várnak, és nem csak a kávékészítés hagyományaiba kaphatsz bepillantást, de számos kávé különlegességet is megkóstolhatsz. Nos, meghívhatunk egy kávéra. További részletek www.allé.hu. Allé. Élménysétány Újbudán. Átküldtem egy videót, láttad?
elégetik, lefagyasztják a fickót, és a végén még mosolyog is. Megnézted? Kattints a nyereményért! Ha most regisztrálsz a rockpool.hu-n, 100 000 forintnyi kedvezményt nyerhetsz a Rockpool hőszigetelés árából. Ha láttad a videót, tuti nem választasz más hőszigetelést. Rockpool. A tűzhatlan kőzetgyapott szigetelés. Ha gyönyörűen felöltöztél, a hajad is rendben van, és úgy érzed, hogy mindenki téged néz. Nos, az azért van, mert mindenki téged néz. Legyen az életed a kifutód. Kövesd a legújabb trendeket a Glamour magazinnal. Glamour napok április 7 és 9 között. Frissítsd fel a ruhatáradat sokkal olcsóbban. Egy ideje gyűltek a felhők a fejem felett. A sokasodó problémákat egyre nehezebben viseltem. Kimerültem, aztán jöttek az enyhe depresszió tünetei. Az Orbánc fű tartalmú gyógyszer, a Remotív Extra segített. Elmúlt a feszültség, jó a hangulatom, tudok aludni. Remotív Extra. Visszanyert életkedv. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Április 7-től újra Glamour napok a Rossmannban. Most otthonodból is kényelmesen vásárolhatsz webshopunkban, és így biztosan elkerülöd a tömeget. Ne feledd, ha 12 000 forint felett vásárolsz, a házhozszállítás ingyenes. Keresd a Glamour kuponfüzetben a több mint 30 Rossmann kupont, köztük a 25%-os minden dekor kozmetikai termékre beváltható kedvezménykupont. Rossmann, az online drogéria. Mi tudjuk, mire vágysz. 2016. április 23-án és 24-én ismét VTCC futam a Hungaroringen. Szurkoljon Mihelis Norbertnek, aki az idén már gyári Hondával versenyez a Fiat Ura Autóvilágbajnokság hazai futamán. Hétvégi belépőjegyek 6900 forinttól kaphatók az Osterman Forma 1 Kft-nél, az IBUSZ irodákban, valamint online megrendelhetőek a gptticketshop.hu és a gptticketshop.com weboldalon. Forma 1 klubtagoknak 20% kedvezmény. Lassítson egy pillanatra, mert ma van a tavaszi nagy takarítás utolsó napja az emag.hu webáruházban. Mosógépek, vasalók, tisztítószerek és számos kertészeti eszköz várja akár 40%-os kedvezménnyel. Kezdje velünk a napot, és nem bánja meg! Lépjen be még ma az emag.hu-ra, és használja ki a kedvezményeket! Emag! Reklámot hallottak! 3:10 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk gyorsan a nap legjobb pillanatait, aztán hívjuk a nyertest. Megpróbáltuk az offshore dolgokat kicsit rendbe tenni, felhívtunk egy szakjogászt, aki segített nekünk eligazodni offshore témában. Korán reggel, hát mégiscsak ugye az offshore botránytól hangos most a világsajtó, és itt Magyarországon is elég sokat hallani erről. Felhívtuk Zsoltot, és segített nekünk rendbe tenni, hogyha Ferinek lenne egy táskányi készpénze, és azt ő egy offshore cégbe akarná elhelyezni, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Hát nem véletlenül én, illetve véletlenül én. Igen, abszolút véletlenül, igen. Kiderült, hogy nem vagyunk nagy offshore lovagok. Nem, ugye? Nem. Tehát, hogy nem, nem baj, sőt, nem is akarok lenni, meg nem is vágyom rá, de ezt most megint bebizonyítottuk, hogy vannak azért az életnek olyan területei számos, amihez kevésbé értünk. Ferit feltettük egy vizerjáratra Brüsszelbe, két 500-as euróval a hasára ragasztva, és így kezdtünk el milliókat kicsempészni. Hát aztán Zsolt elmondta, hogy így azért nem jutnánk túlságosan messzire. Én egyszer kivittem egy pár kupont Szlovákiába, és elástam. És ugye a másik témánk nagyon helyes volt, Bálint gazda elmesélte, hogy 97 évesen trükkel vezet autót, ugyanis ha a felesége nincs otthon, akkor vezet, mert Antoni egyébként ezt nem engedi. És arról beszéltünk, hogy hosszú idő után, vagy hát nem is biztos, hogy annyira hosszú idő után, talán minden kapcsolatban kialakulnak az úgynevezett kicsi apró titkocskák, amit az ember nem mond el a párjának, jól esően csinál, titokban csinálja, és ez csak az övé. Senki nem veheti el tőle, senki nem szól bele, és arról senki nem tud. Hát kiderült, hogy hallgatóinak is nagyon sok ilyen és ehhez hasonló titka van, úgyhogy szemezgettünk az SMS-ekből is, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.